Igazad van. Beköszönöm a képet, kérünk, és akkor a hangom kimegy. Szép jó, és szép jó napot kívánok. Nem kell megérni, nem leszek ilyen halk. Itt az a műsor előtti pillanatoknak volt a bizonytalansága. Üdvözlök mindenkit, Kis László vagyok. A élő csillagászat Kis László, ott azt légy szíves, ha kézd le. Igen, azt nyújtod le. Köszönöm szépen. Némileg vissza fogunk térni az első évadoknak a hangulatához, mert hogy viszonylag mondjuk így azt, hogy a technikai háttérbe tapasztalatoknak a relatív deficitje érzékelt, ez nem véletlen. Köszönjünk be a technikusi irányba is. Sziasztok! Ugye Norton kicsit megöregedett és szakálla nőtt, Nyerges Gyula. Nortonnak innen kívánunk egészséget. Illetve Süli Áron a ma esti vendégünk is. Mindenki szólaljon meg, és köszöntse a kedves nézőket, hogy aztán várjuk a visszajelzéseket a kommentekben, hogy jó-e a hang. Sziasztok, nézők! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És akkor most hallani? És akkor most nézzünk bele a komment folyamba, hogy azt mondják, hogy jó a hang. Azt mondják, hogy jó a hang, akkor kérem szépen vissza magamat a beköszönő oldalra. És akkor tulajdonképpen most kezdjük. Az élő csillagászat, 8. évad második része. Üdvözlöm a kedves nézőket, Kis László vagyok, a Csillagászat és Földi Kutatóközpontnak a főigazgatója, de ma este simán Kis László csillagász. Üdvözlöm a visszatérő nézőket, akik megszokták, hogy szerda esténként itt van valami csillagászati műsor. Üdvözlöm az új nézőket, akik még nem tudják, hogy pontosan mibe vágtak bele, amikor ma este ide klikkentettek, ugye február 28-án, az utolsó előtti nap ebben a hónapban, szerdán este 8-kor. A műsor fölépítése szokásos módon követi a dolgokat. Elején lesz a csillagászati időjárás jelentés, mi látszik most az égen, a 12P Pons Brooks üstökösről fogok kicsit többet is mondani. Aztán jönnek a friss amatőr csillagász észlelések, ott kitekintünk egy-két érdekesebb irányra. Aztán jön a szokásosnak tekinthető heti szubjektív, és akkor a heti fő téma, hogyan került a víz a földre, Süli Áron az ELTE egyetemi adjunktus, a docense, adjunktusa fog majd nekünk mesélni, hogy hogyan került a víz a földre. Köszönöm szépen, ide kapcsoltál, tulajdonképpen ez teljesen jó is. Ha aktív ablak a prezentáció, akkor még tudok léptetni, és tudok léptetni is. Na, szóval vágjunk bele! Még mielőtt belevágunk, annyit hadd jegyezzek meg, hogy ott lent a leírásban meg lehet találni, hogy ez a műsor a Schwab-Hé csillagvizsgáló, illetve a Magyar Csillagászat Egyesület, illetve a Csillagászat és Földrajzi Kutatóközpontnak a közös koprodukciója. Ha bárki támogatni kívánja a Magyar Csillagászat Egyesületet, akkor az égbolt.mcse.hu oldalnak a leírása ott lent megtalálható. Aki pedig a Schwab-Hé csillagvizsgálóba kíván ellátogatni, megint csak ott lent van a honlapcím, ott meg lehet találni a
programjainkat. Szerintem vágjunk bele. Ja igen, még annyi, lehet feliratkozni, lehet lájkolni, mert hogy ugye a szent algoritmust, hogyha etetjük ezekkel a reakciókkal, akkor több nézőt ide tudunk már vonzani az élő stream alatt is. Első témánk az aktuális égboltnak a körbejárása. Szokás szerint a Stellarium applikáció segítségével elkészített égbolt képek alapján. Este 10-kor, most létszi tüntess el innen, köszönöm szépen. Este 10-kor, amikor ez a műsor vélhetőleg véget ér, nyugaton még a Jupiter valamennyire látszani fog, keleten pedig a Hold éppen kell, hoppá, na hát a Siri, a Spica, ugye a szűz csillagkép alfélű csillagának a közelébe fog majd bevilágítani az éjszakába. Tehát most még mindig nagy holdas éjszakánk van, a szűz csillagképbe hajnalva kicsit már odébb fog löccsenni a mérleg felé a Hold, és bizony a Pons Brooks üstökös ott a holnap reggel 5 óra felirat fölött mutatja, hogy azért vannak más dolgok is az égen, mint pusztán csak a nyári csillagképek a hajnali időszakban. Szombat este, továbbra se legyek még, köszönöm szépen, szombat este már 8-kor is kimehetünk az ég alá, nem kell élő csillagászatot nézni, akkor még a Jupitert meg lehet nézni, és felhívom a figyelmet, hogy a Pons Brooks üstökösnek az esti láthatósága valójában egy kicsikét jobb, mint a hajnali. Jövő héten már, vagy a hétvégén, vasárnap, reggel 5 órakor, éppen delelés közelében lesz az utolsó negyedhez közeli Hold, hol máshol, mint a Skorpió fejében, tehát ténylegesen a nyári csillagképek már uralni fogják a hajnali eget. Na most a Pons Brooks üstökös nem véletlenül emlegettem ennyit. Ennek most az égi helyzet eléggé kedvező, ez a ma esti pontos pozíció egy elég nagy ránagyítása. Itt lent látszik a budapesti horizont, ez itt a Pegasus négyzetnek a három csillaga, itt van az Andromeda csillagkép, és akkor ott legfelül az Andromeda köd M31-től lefelé kömény. Na ott van a Pons Brooks üstökös, ez a 71 éves periódusú, hát Halley üstökös típusú kométa itt a naprendszerben. Hajnalban is szépen látszik, akkor egy kicsit rosszabb a láthatósága, megint csak Pegasus négyzet, és akkor ott fölötte az Andromeda, ott akkor alsó delelés közelébe látható. Miért érdekes ez az üstökös? Hát három nappal ezelőtt Mihály Jéger, osztrák amatőr egy ilyen szép fotót volt képes róla készíteni. Ez itt nagyjából egy ilyen 3 fokos csóva, de nem csak külföldi képek készültek róla, de még egy másik külföldit hadd mutassak, ez Dan Bartlett Amerikából készítette több mint 2 héttel ezelőtt. Ez egy 10x6 fokos látómezőben, akkor már egy ilyen nagyjából 5 fokos vagy 4 fokos csóvája volt az üstökösnek. Magyarországon is készültek fényképek, Sánta Gábor 25-én, tehát 3 nappal ezelőtt, hétfőn, az 3 nappal, kérdem, az vasárnap este volt, itt lehet látni az üstökös kómáját és a csóvájának kezdetét, mindenféle érdekes szálak láthatók. 26-án este pedig Elek Tamás amatőr csillagász készített több kép összeadásával egy ilyen felvételt, innen Magyarországról, lehet látni, van egy szép nagy kómája, és egy hosszú lepel-szerű csóva, adj vissza, légy szíves, hogy itt legyek, szia! Rég láttalak. Tehát a helyzet az, hogy van most egy szép, fényesnek nevezhető, legalábbis digitális kamerákkal fényesnek nevezhető üstökös az egünkön, aki szeret fotózni, menjen ki az ég alá, keresse meg a műszerével. A látható, mondjuk a vizuális fényesség az 8-9 magnitúdó környékén van most még egyelőre, tehát ez egy távcsövet igénylő objektum, de ki lehet látni, hogy kamerákkal nagy kiterjedésű csóvá is megörökíthető. Áprilisban lesz majd a legjobb láthatósága, tehát még nagyjából 2 hónapig fényesedik ez a jószág. És egyébként most a múlt héten volt is egy kisebb kitörés, amikor talán 10-re följött 8 magnitudóra, meg talán az ezt teljes külső kómát összeadva már 6,5 magnitudós számok is fölvillanak a memóriámba, tehát ténylegesen a Pons Brooks üstökös jön, és érdemes rá elindulni távcsöves vadászat képébe. Vis, és mehetünk tovább. Szuperek vagyunk, nem ezt akarjuk, hanem ezt akarjuk. Ugye a második szegmense a műsorunknak, friss fotók, megfigyelések, illetve hát fölidézzük azt, hogy mik történtek érdekes dolgok a közelmúltban. Ugye a 19-én, az már 9 nappal ezelőtt, volt a Magyar Csillagászat Egyesület újjáalakulásának a 35. évfordulója. Erről múlt héten kellett volna megemlékeznem, de valahogy akkor a kedvű szerdán az túl hirtelen történt. A Polaris csillagvizsgával összegyűlt az ünneplő nép, és egy nagyon szép dióval
és cukorral 110%-ban megtömött tortát elfogyasztottunk. Én egy akkorát ettem, hogy még másnap is dió és cukor mérgezésem volt. Mindenesetre 1989. február 19-én alakult újjá Magyar Csillagászat Egyesület, ami azt jelenti, hogy idén a 36. évét kezdi taposni az ország legnagyobb civil szervezete. Na de menjünk az észlelések irányába. Körmöci Roland Kirunából, Svédországból küldött nekem a privát messenger üzenetbe egy nagyon szép felvételt, szerintem tűnjek el a büdös francba. Ez egy február 17-i fotó, amit onnan Svédországból készített sarki fény jelenségről, amiről aztán csinált egy timelapse videót is, ami nagyjából egy olyan fél órát mutat be, 17 másodperc hosszan, ezt nézzük meg. Ugye ez egy gyorsított fölvétel, azt mondanám, hogy nagyjából egy olyan 60-szoros gyorsításba, így lebegett a sarki fény, zöld, és aztán mindegy nagy liffenésre föltűnik a pirosas kép is. Tehát Svédországba menni, lakni nem föltétlen rossz gondolat, mert az ember ilyeneket lát, most már másodjára kezdjük ismét látni. Tehát a helyzet az, hogy kérem szépen magamat vissza, a sarki fényjelenség kapcsán az északi szélességek lakói nyilvánvalóan jobb rálátást kapnak az égiektől. Ha valaki éppen kirándul Svédországba, Norvégiába, Izlandra, bárhova, akkor ilyeneket láthat. És itt egy ilyen abszolút zárójeles megjegyzés, egyik kollégánk most éppen egy svéd állás ajánlat kapcsán Stockholmba utazik talán holnap. Fogad be, ilyeneket láthatsz majd a következő években, ha ott leszel, hát majd meglátjuk. Ugye minek is köszönhető a sarki fény? Hát azért, mert a központi csillagunk pöfögi kifelé a korona kidobódásokat, a napunknak az aktivitása az nem véletlenül jön fölfelé, és nagyon szép felvételeket kaptunk, vagy nagyon szép felvételeket jelentettek meg amatőr csillagászok különböző fórumokon, hogy Domán Tamás február 26-án, tehát hétfőn, az AR 3590 jelzésű aktív terület egy nagyon szép teljes napkorong fotót hát tett közzé, talán a macsnet.hu Facebook oldalon, hát ott az egy bazi nagy nap volt. Ugye múlt héten ez volt az, ami egymás után három X kategóriájú flert dobott ki magából, az egyik a csendes óceáni rádiós kommunikációt néhány órára ki is lőtte. Csabai István, nem az ELTÉS akadémikus, hanem az amatőr csillagász, szintén 26-án látszik, hogy mikor volt derült ég, és most itt tűnjek is el, ezt az aktív régiót örökítette meg, hihetetlenül, páratlanul részletdús felvétel. Ezért nézzük meg ezt a képet, ténylegesen ugye az umbra, a penumbra, hogyha oda mennyi léces, umbra, penumbra, szép szálas szerkezetek ugye a napfolt csoportnak az félárnyékába, és vegyük észre azt a kis mozaik padlós szerkezetet, ami ugye a napnak a granulá. Ugye ez nem más, mint a konvektív régiónak a teteje. Ugye ilyen, hát nem véletlen mutogatok, hello, ez mutatja azt, hogy tegyél vissza, köszönöm szépen, a Laci jobbal, ez az, köszönöm szépen, még egyelőre a szemvillanásokat tanuljuk a Gyulával. Szóval a lényeg az, hogy ha ebbe belegondolunk, hogy ténylegesen azok a kis granulációs szemcsék, amik tök picinek látszanak, és nagyon jó minőségű képet kell készíteni, hogy föltűnjenek, azok valójában Magyarország méretű területek a napunk fotoszférájában, akkor tényleg elismerően kell adóznunk Csaba István képrögzítő tehetségének, képességének. Ugye Pajov Norbert a H-alfába szeret rögzíteni napot, itt most nézzük meg két egymást követő napon, hogyan változtak a protuberanciák a napkorong peremén, ott ugye lehet látni mellettem, rögtön ott, 9 óránál, tényleg 5 óránál, 3 óránál, középen az aktív régiónál is van ott valami, szerintem valami flerszerűnek is nevezhető, egy nappal később már így nézett ki, teljesen másképp néznek ki. Balázs Gábor, csillagda demonstrátora, de most talán másodéves BSC, valami elsős, én sem tudom, hanyadéves egyetemista, beszokott járni a svápnyi csillagvizsgálóba, és most elküldött néhány fotót nekem, amit itt a 30 centis refraktorunkkal készített. Ugye a Ptolemaios Alfonsus és Arzahel kráterek és vidéke február 17-én, még egyszer a svápnyi csillagvizsgáló 30 centis távcsővel így néztek ki. Következő Arisztotelész, Eudoxus és Wallis Alps, tehát az Alpok vidék, Alpesi vidék. Elhallgatok egy pillanatra, és tényleg ránézünk erre a képre, full screenre kapcsolat, ha valaki laptopon vagy valami nagy képernyőn nézi, mintha űrhajóba repülnénk az égi kísérőnk környékén.
Egy nagyon szép fölvétellel zárnám Balázs Gábornak a fotóit, ugye Autolycus, Aristillus, Archimedes kráterek, illetve az Appenninek, az Appenninek a tett, hogy mindjárt szépen előre jövök. Igazából ténylegesen nagyon-nagyon szép képeket készített nekünk. Na, innen is, hát megint csak, hát nyilván 30 centis refraktorra el kell ismernünk, hogy könnyű, szép képeket készíteni. És itt most ennek a mondatnak, hogy 30 centis tárcsvel könnyű szép képeket készíteni, van egy konkrét célja is, ellenpontozni egy olyan technikát, ami az utóbbi néhány hónapban kezdett el terjedni az amatőr csillagászok körébe, és most néhány képet előszedtem belőle, és tulajdonképpen diszkutáljuk egy kicsikét ezt az egészet. Szamosvári Zsolt február 26-án teljes napkorongot megörökítette itt a mellettem látható módon a ZWO cég által készített C-Star S50 okos távcső segítségével. Megmondom őszintén, valami halványan rémlett ilyen sajtóbeli olvasmányokból, hogy valamelyik cég előállt egy ilyennel, hát aztán itt van még egy kép, holdat is az ember le tudja fényképezni. Mi ez a C-Star S50, és milyen irányokat jelez számunkra? Nyilvánvalóan hamarosan fogják más gyártóknak hasonló termékei is követni. Mindösszesen egy 5 cm-es apokromát refraktorról van szó, amit a ZWO mérnökei összeraktak egy ilyen teljesen automata, digitális szenzorral ellátott távcsővé, égbolt fényképezővé, amiről Szamosvári Zsolt írt egy nagyon szép termékbemutató, tényleg felhasználó általi kritikát az astricusblogspot.com oldalra. Hát itt lehet látni, hogy hogy néz ki a teljes optikai rendszer szétszéve az ZWO-nak a rajzi alapján, és itt van a detektor. Gyakorlatilag ezt az eszközt csak rá kell dugni egy laptopra, és már lehet vele kis enyhe vízszintezési játszadozás után lehet vele képeket készíteni bármiről. Így néz ki ez az egész. Ez egy icike-picike dolog, hát egy 5 centis refraktor van benne. Állítólag talán készül egy több centisebb változat is, amivel még nagyobb határfügyességet el lehet vele érni. És mondjuk egy átlagos laptophoz képest így néz ki. Tehát itt mellettem ez itt egy teljesen normál mértékű laptop, ott pedig a C-Star 50. És ténylegesen mások is egész szép képeket tudnak készíteni. Például Pécskainé Varga Ilona egy nagyon látványos fölvétel sorozatot, egy videót tett közzé. Ezt most nézzük meg, pont a Delihold éjszakáján. Zopp, ott megy el a repülő! Az isteni, de jó volt. Tehát ez a C-Star 50, meg ez az okos teleszkóp koncepció, ez ugye arról szól, még egy repülő átrepült, ugye nyilván végtelenre állítottam a videót. Ez arról szól, hogy minél többekhez, minél egyszerűbb, minél kisebb technikai tudást igénylő módon lehessen képeket készíteni, látni a csillagokat. Ugye ez a kép itt most mögöttem, szintén Pécskainé Varga Ilonának a terméke, ez ugye a Rosetta köd, hogy mutassam, hogy nem csak holdat meg napot lehet vele fényképezni, ha kellően sok expozíciót összead az ember vele, akkor hát itt a nagyobb határfényesség és szép színes látványos képeket is elő lehet vele állítani, de azért fontos megjegyezni, hogy ezt még nem a C-Star fedélzeti szoftverei készítették, hanem jelentős digitális utómunkákat igényel, ahhoz kell hozni nyilvánvalóan a képfeldolgozásba elmerülni. Minden esetre jól lehet látni azt, hogy a számítástechnika adott esetben akár még a mesterséges, fedélzeti mesterséges intelligencia is beépül egyre több eszközünkbe. És az a klasszikus amatőr csillagász sztori, hogy előveszik a térképünket, nézegetjük a csillagképeket, és akkor beállítjuk kézzel a távcsöveket, ez bármennyire is mi hihetjük azt, hogy ez úgymond a legnemesebb amatőr csillagászat, ez egyre inkább az elmúlás ködébe vész, mert jönnek ezek az új technikák. Nem tudom, Gyula, neked mi jut erről eszedbe? Mert szerintem biztos, hogy neked is van erről gondolat, hiszen te is régi távcsöves amatőr csillagász múlttal bírsz. Te használnál egy ilyet? Mindenképpen kipróbálnám, tehát én mindenféle kütyük iránt úgy vonzódom, tehát érdekel, kipróbálnám, de valószínű, hogy mellette úgy kifeküdnék és bámulnám az eget. Igen, az 5 centi az elég picike, de igen, itt egyébként a Svápé csillagvizsgáló csapatában beszélgettünk arról, hogy hát lehet, hogy ilyeneket majd nekünk is venni kell párat. Mert hogyha egyből kimegy egy laptopra a kép, akkor még egy, tényleg egy ilyen Rosetta ködöt is, jó, nem még, de ha már lesz mondjuk 8 centis vagy 10 centis kiadás, akkor ténylegesen hát meg lehet mutatni. De nekem azért, hadd mondjam el azt, hogy a szívembe valahol egy csücsökbe fölsír a klasszikus vizuális észlelő,
mert ez valójában nem C-Star kéne, hogy a fedőnevet viselje, nem a C-Star fedőnevet kéne, hogy viselje ez a termék, hanem a Watch Star. Tehát, hogy nem látod, hanem nézed, ugye, mert hogy valójában képernyőt nézegetünk. Tehát nincs az az élmény, hogy az én retinámba becsapódnak olyan fotonok, amelyek az égi testről indultak el. Minden digitalizálódik a rendszerbe, és én elhiszem, hogy ott van a kezem előtte, akkor kitakarom, és akkor látom, hogy azt a képet mutatja, amit a távcső is mutat. De valahol én azért szeretek találkozni azokkal a fotonokkal, amelyek égi testek felszínéről indulnak el. Hát majd meglátjuk, az biztos, hogy mi mamutok vagyunk, akik a vizuális észlelést kedveljük, és egyértelmű, főleg a fényszennyezett városi égről az ilyen eszközök, az ilyen csodakütyük lesznek azok, amelyek még adott esetben még mondjuk egy Erzsébet téri távcsős bemutatásnál is, a, mit tudom én, a M81 spirál galaxisnak a karjait is képesek lesznek megmutatni az arra sétáló részek, félrészek vagy teljesen józan turistáknak. Nézzétek itt egy galaxis 8 millió fényévre, mert a digitális technika és ez a számítógép vezérrel tényleg csak vízszintezést igénylő eszközök, ezek ezt is lehetővé fogják tenni. Látszik, hogy föltűntek az új időknek az új eszközei, de azért még van mit a mérnököknek fejleszteni, hogy tényleg még jobb, még nagyobb célközönséget kiszolgálni képes eszközökhöz juthassunk. És akkor a heti szubjektívnél, most itt azt hiszem, hogy majd mozognom is kell, hogyha kicsit átkapcsolunk. Nézd, a heti szubjektív bevágás. Ez. Szia, szia Laci, de rég láttalak. Főleg, hogyha itt ezt a dobozt odébb teszem, és hello, sziasztok. Na most akkor mindenkit még egyszer üdvözlök. Most ugye kedves nézőink látnak mindenkit. Ugye a heti szubjektívnek az ideológia az arról szól, hogy idézzük föl, hogy mi az, ami az életünkbe, a csillagászattal, űrkutatással, oktatással, bármivel kapcsolatban a legfontosabb dolog volt. Ami úgy érezzük, hogy az elmúlt napokban, ami történt, ez úgy kimagaslóan meghatározó élmény, tehát föl tudjuk idézni mindenféle előzetes készülés nélkül. Ugye ennek ez a lényeg, ez egy spontán szegmens kíván lenni a műsorban, én szeretem a spontaneitást. Mi az, ami eszembe jut, hogyha egy fölmerül a kép? Mi volt neked a legfontosabb? Gyula, neked mi volt a legfontosabb? Most a vendéget hagyjuk egy kicsit gondolkozzon. Múlt héten beszéltetek a szupernovákról, és szóba került az 1987A szupernova, amire én emlékszem gyerekkoromból. Nem, akkor már nem voltam gyerek, akkor már... Fiatal korodból. Fiatal koromból, hogy mekkora szenzáció volt, és mindenhol lehetett róla olvasni, aztán úgy sokáig csend övezte, vagy hát nem sok publikáció jelent meg, és most megtalálták a neutron csillagát állítólag, amelyik... Hát, ha elhisszük, akkor igen. Amelyik visszamaradt utána. Nyilván nem látható a neutron csillag, hanem valami sugárzást mértek a web... A MIRI műszerre valami spektrumot készítettek. A MIRI műszerével, tehát... Hát igen, az SR87A az gyakorlatilag ténylegesen a neutrinokat is detektáltak annak idején a japánok, ugye a Kamiokande kísérletbe, az tényleg igazából az volt az első többcsatornás csillagászati megfigyelés, még hogyha talán 5-6 neutrino volt összesen, amit találtak. Én is emlékszem rá gyerekkoromba, azt ugye múlt héten mondtam is, hogy hát a... Órákkal később jött a fény. Szerintem percek volt a különbség, de mindenképpen volt időkülönbség a neutron detektor kattogás meg a csillai felfedezés között, meg a csillai, meg a új-zélandi felfedezések között. Ja, igen, hát ugye gyakorlatilag éppen úgy gondolkoztam, hogy 50 éves lesz majd 37-ben. Az akkor már biztos nagy konferenciákra lehet. 50 éves az SN87. Na most 40 éves lesz majd 27-ben, azért ott is lesznek majd konferenciák hozzá kapcsolatban. Ára, neked van valami, amit így ki tudsz így hirtelen emelni? Hogy... Hát, amint gondolkodtam, ugye és meglepett, és az pedig pont ezzel a műsorral kapcsolatos, hogy ez már bizony 8. évvel, és hogy ez 80, durván 80 előadás. Hát ez a 78. most. Hát most hát, ez már majdnem 80. Megszámoltam. Szóval, hogy ez úgy meglepett, hogy ez milyen nagy teljesítmény, és mekkora szám. Hát köszönöm szépen, hát csináljuk. Ugye ezt el szoktam mondani, hogy a koronavírus bezárásai inspirálták ezt az egészet. Pont most írtam egy cikket az NMHH-nak, volt egy januári tudományos influencereknek szentelt konferencia, egy egész napos előadássorozat, és akkor én is ott előadtam valamit, és a csillagászat.hu-ról, meg az élő csillagászat, meg az egész
médiabeli szereplésű meséltem, és akkor ezt le kellett írni egy cikkbe. És akkor ott is leírtam most, hogy ugye ennek a műsornak az inspiráló ötlete 2020. április 24. a Hubble 30. Ott akkor, ugye koronavírus lezárás március 12-én rendeltem el a CFK-ba, amikor azonnali hatája hazazavartam mindenkit, egy hónappal később jött a Hubble 30, amit az ÉZA még 2019 őszén talált ki, hogy majd lesznek ilyen nagy képleleplezések, és akkor ezt a koronavírus teljesen megsemmisítette. Mint ugye a Schwab ügyében azt mondtuk, hogy jó, akkor csinálunk egy online bejelentkezést, és akkor péntek délután egykor mindenféle reklám nélkül 120-an nézték meg a Hubble 30-as bemutatást és képleleplezést. 2020-ban az NGC 2020-ról készült Hubble kép volt a születésnapi fotó, és ott akkor éreztük, hogy itt valami történt, ami sokkal több, mint pusztán csak egy Hubble képleleplezés. Ugye mi előtte arra gondoltunk, hogy a Csillagda legnagyobb előadó termében fogunk élő eseményt rendezni, az 50 fős kapacitást jelent. Hogy ha sikerült volna megtölteni, ide jött volna 50 ember, mutatom a képet, és akkor az 50 ember boldogan elmegy. Nem tudtak idejönni a korona miatt, ezért megnézte 120 ember, ami több mint kétszer annyi, mint amit élőbe be tudtunk volna fogadni. Két héttel később már volt az élő csillagászat Kis Lászlóval első évad első rész. Ugye az évadot nem évrekő érte, hanem 10 rész jelent egy évadot, a 8 évadból 7 az így történt. A tizedik részre fáradok el én is, meg a mindenkori asszisztensem is, Karajos Éduának innen is egy nagy üdvözletet küldök a gyermeknevelésbe való kitartásához. A tizedik része már nagyon utáltuk valójában, és elfáradtunk. És akkor 10 rész az egy évad. És akkor ez így ment az első évad, második évad, hatodik évad, ötödik évad, hatodik évad az 9 hónapig tartott, mert két hetente volt, azt a nézők nem szerették. Aztán volt egy évad, amikor nem élőbe ment, hanem fölvettük előre, és akkor hetente kiment, azt meg mi nem szerettük, a nézőknek szerintem mindegy is volt. És most a 8. évadban visszatértünk, hogy megint élőbe, és akkor itt hát 10 részt bevállalunk, ez május végén lesz valamikor az utolsó. Fognak kimaradni szerdák egyébként, mert lesz, amikor külföldön leszek, meg akadémia, meg látogatóbizottság, mit tudom én, ilyesmik lesznek. Hát akkor a koronavírusnak is azért van hozadéka. A lényeg az, hogy elkezdtük, és akkor a koronavírus adta az ötletet, meg adta a bezártságnál. Megmondom őszintén, nekem ez egy terápiás jelleggel, hogy ki tudtam szakadni otthonról. Volt okom szerdánként bejönni ide, összeraktuk a technikát, és akkor a Svápi Csillagvizsgának az előadó termében volt berendezve akkor a stúdió. Szóval igen, ez most már lassan a 80. rész fog jönni, és hát amikor ez véget ér a 8. évad május környéken, akkor ez a 4 éves évfordulója, hogy ez az egész dolog működik. Szerintem a nézők kedvelni szokták. Sziasztok nézők, ott lent lehet lájkolni, meg feliratkozni. Nekem, hogy mi volt egyébként a legérdekesebb, hát ugye volt egy holdra szállás. Azért vegyük azt észre, hogy hogy eldőlt. Egyre több eszköz van eldőlve. Különböző pozíciókban a holdon. Ugye a japánoknak a slimje is eldőlt, vagy oldalára dőlt, ugye az Intuitive Machines-nek az Odysseus is az oldalára dőlt, de amellett leszállt, és azért mégiscsak működött, ugye én a Space Junkie csatornán néztem hajnal fél egykor a leszállást 1400 ember társaságában, és aztán néztük, hogy mi az Isten van. Ugye jött a rádiójára, hogy működik, de kép nem jött még napokig. Szóval az volt az egyik ilyen dolog, és akkor most ugye két nappal ezelőtt a slim. A japán slim újjáélet. Tehát újra rásüt a nap, és bár nem tervezték, hogy túlélje a holdi éjszakát, megtette a japánoknak ez a smart lunar, smart landing, nem tudom mi a szó, betűszó. Szóval lényeg az, hogy most jöttek ilyen képek, hogy a oldalra dőtt kamerával ott ugye a hold felszín látszik. Ugye a Lunar Reconnaissance Orbiter megörökítette mindkettőnek egyébként a leszállási helyét is, tehát ezek a örökös hold szkeptikusok, hogy jaj, ne se tudok szállni a holdra, meg előtt, meg éve, megre. Szóval marhaság, ott vannak, ezek is ott vannak, könyörgöm. Szóval a lényeg, hogy ezért ezek nagy űrkutatási sikerek voltak, és hát ugye múlt héten említettem ezt, hogy a magyar űrcsillagászokról kijött egy nagyon kedvező statisztika, az ÉZA tudomány statisztikusai által, azt idén, vagy most ezen a héten, hétfőn kitoltuk a sajtóközlemény képébe is, és egész jó visszhangot kapok így azoktól, akik hallották és olvasták, és akármi. Szóval most így az űr volt az, ami nekem az elmúlt héten elindult, meg hát ugye az ELTE-n elkezdtem a tavaszi oktatást, és most keddenként
hát két órát tartok, egyet délelőtt tudományos közlés művészete, egyet délután bevezetés szilagászató négy, mind a kettőről készítek felvételt, kirakom a YouTube csatornám, csak úgy nézzék prédák, prédaként a nézőm, és meglepően pozitív fogadtatása van még a tudományos közlés művészetének is. A tegnapja a cikk, egy tudományos cikk elmélet, annak a nézője, nézői azért látszik, hogy haj, ez már nagyon advanced topic, de hát a diákok is szeretik azt, hogy vissza tudják nézni, és nem emlékezetbükkő vizsgálatot esetben fölidézni, hogy három hónappal ezelőtt mit hallottak egy sötét egyetemi tanteremben. Áron, neked van bármiféle információd arról, hogy amikor 20 fok van kint, a teremben 25 fok van, akkor a déli épületben, a Lágymányosi kampuszon miért megy a fűtés? Szerintem túl sok a pénzük. Igen? Én ezt gyanítom. Mert annyira meleg volt a teremben most tegnap, és még tényleg tök meleg volt kint is, és nyomta a meleg levegőt. Hát. Nem tudtuk lekapni, szóval ott még azért vannak optimalizálható beállítások. Az életem még nem szállt le a holdra. Még nem szállt le a holdra, de egyébként rajta van. Szerintem legyünk rajta, tehát bízzunk benne, hogy rajta leszünk. Na, 10 perc heti szubjektív, ennyi szerintem bőven elég, menjünk tovább. Ez az, itt vagyok. Pillanatra visszajövök, és akkor kedves nézőink, most így a 29. percben 3 perc szünet következik. Átrendezünk egy kicsit a stúdiót. Ide fog mellém jobbomra ülni Süli Áron, az ELTE Egyetemi adjunktusa, aki hogyan került a víz a földre címmel fog nekünk, és szerintem nagyon érdekes hát előadást tartani. Én időként közben fogok kérdezni. Láttam az anyagot, szerintem ilyen anyag. A lényeg, a technikai részlet ugye az egészben az, hogy most egy 3 perces szünet következik, el fog homályosodni a technikusi látkép, és egy óra vissza fog számolni. Amikor a 3 perc lejár, akkor mi is visszatérünk ide a műsorba. Addig lehet pisilni, kakilni, bármit csinálni, sör, kávé, szendvics, üdítő, bekészíthető, folytatás 3 perc múlva.
Na, itt vagyunk újra, üdvözöljük a kedves nézőket, remélem mindenki megszerezte számára azt a bevihető dolgot, amivel a maradék, hát ránézése legalább. Hát, azt majd ki fogja bírni. Szia Áron, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és elfogadtad a meghívást. The honor is mine. Hát oh, nézd, köszönöm szépen. Írtatok egy jó cikket, és ez inspirálta az egészet, tehát azért tulajdonképpen a ti munkátok az, ami az elismerésre méltó. Mielőtt belevágunk, néhány szót mondanál a kedves nézőknek, hogy tulajdonképpen te ki vagy, mi vagy, mi a háttered, mihez értesz, hogy kerültél te ide? Persze. Tehát Süli Áron vagyok, ugye csillagászi tanszéken dolgozom, most már lassan, hát hivatalosan körülbelül 10 éve, de azt megelőzően jó sokáig önállóan szorgalmasan vártam arra, hogy mégiscsak helyet kapjak ott. Hát közben voltam kint azért külföldön is, Bécsben voltam többször, dolgoztam is ott egyszer egy évet nagyjából, és akkor utána ezt követően végül is egy állás lehetőség kínálkozott az ELTE-nek a csillagászati tanszékén, és azóta gyakorlatilag ott dolgozom. És mihez értesz? Miből érted annak idején a diplomunkádat, PhD-dat, a cikkeidet? Mi a szakterület? Az én szakterületem az égi mechanika, ugye én Érdi Bálintnál tanultam, és ezt is folytatom, ezt szeretem. Úgyhogy jelenleg most már én adok elő, én vésem fel a táblára a hosszú képleteket, amiket annak idején mindig irigyeltem Érdi tanárjútól, hogy fejből ezeket tudja. Én megmondom őszintén, hogy erre képtelen lennék. Tehát hát. Én amikor dumálni kell, akkor ilyeneket felidézni, én a neveket sem tudom felidézni, nem hogy az ilyen olyan dolgokat. Tudok, hogy te égi mechanikus vagy, és akkor még annyit kérdezzek meg, mert majd rátérünk a dumára, hogy te egyenletekkel, papíron, ceruzával, vagy numerikusan, integrátorokkal, számítógéppel dolgozol inkább? Hát én tulajdonképpen mind a kettőt csinálom. Tehát elég sokat programozok is, mert nagyon sok számítógépen numerikus kódokat futtatok, meg fejlesztek, de szeretek papíron, ceruzával számolgatni is, hogyha ha van rá lehetőség, meg ha valami jó ötlet van, akkor az ember igyekszik végig számolni. Na, hát akkor szerintem majd ki is fog derülni a mai nap során, hogy ez mit is jelent pontosan. Vágjunk bele, nézd, tegyél át minket hobbit üzemmódon, most léptess egyet, létszik, most már tiéd a... Most már én léptetek. Tiéd az állítva, tegyél be minket a hobbit üzemmódba, oda jobbra le, ott vagyunk, hello, itt a kis picikék. Honnan származik a Földön a víz, ez volt a téma, és majd ki fog derülni, hogy honnan jött az inspiráció. Hát legalábbis valamit. Valami tehát ugye, hogyha innen ránézünk a Földre, akkor azt látjuk, hogy az egészet óceán borítja víz. De valójában ez a víz azért nem víz. Az onnan származik. Az onnan származik. De valójában, hogyha jobban megnézzük, akkor azért ez a víz, ez, amit látunk, az tulajdonképpen nagyon kevés. Az egészet összegyűjtenénk egy ilyen kis gömbbe, amit ott lehet látni. Most ezzel a kis... Megmutatom ezzel a kis... Próbáljuk meg, hogy megmutatod. Igen, mert most rosszat nyomtam, de most megpróbáljuk, hogy jó, hogy van. Nem, ott, nézd, ott lenne, húzd le. Húzd ja, le. Ott, ja, azon kell mutatnom? Azon kell, és akkor ott látod. Ott ja, értem. Na, na, ez meg. Ez egy óceánnyi víz. Körülbelül. Az egy óceán? Aha. Mellette pedig az az icipici, amit én már innen nem látok. De nézők látják. Talán a nézők sem. Ne, ők látják. Az az édes víz. Az az édes víz? Az az édes víz, az abból van ez. Ebből van ez. Igen, az ennek örömén észak is egyet. Igen, egészségedre. Szalut. Na, és akkor ennek a mennyisége az körülbelül, bár most azt hittem fogom látni a laptopot, de nem látom, az nagyjából 2,5-10-4-en föltöm. Így van. Én elvártam minden olvasást. Így van. Ezt szoktuk egy óceán tömegnek nevezni az arábiakban. Ez 10 000 naptömeg, 2,5-szer. De nagyon picike. Tehát egy picike, 10 000 föltömeg. Így van. De hogy mennyi van a víz a Föld belsejében, mindenféle zárványok formájában, vagy esetleg a Föld magjában, ez abszolút bizonytalan, fogalmunk sincsen. Itt ilyen 1 és 10 óceánnyi között becsülik a csillagászok, de mint megtudtam a geokémikusok ennél, jóval többre. Többet gondolnak, de hát igen. Ugye nehéz vitatkozni egy olyan dologról, ami alattunk van 6000 kilométerre. Ugye azt szokták mondani, hogy sokkal többet tudunk a világegyetemről, mint arról, ami a Föld belsejében van. Igen. Jó gondolom? Jó, egy régi valami ilyesmi. Jó, tehát kérdés az, hogy mégis ez a mennyiség, ez honnan származhat?
próbálok lépni miért egyet. Ilyen száraz a földet? Így van, és akkor látjuk, hogy hát tulajdonképpen a száraz, nagyon kevés a víz. Na várjál már, ezt most azért tényleg tegyük perspektívába, hogy azt szoktam tanítani az Ióról, nem azért az Európáról, a Jupiter Holdról, hogy ott az a 100 km mély folyékony vízmennyiség, az körülbelül, azt hiszem úgy szoktam mondani, hogy háromszor annyi víz van ott, mint a Földön. Tehát a három vízóceán egy holdméretű égitestű. Aztán lesz majd egy szlájdot később, hogy kifelé a naprendszerben sokkal vizesebbek az égitestő. Ez egy nagyon száraz dolog. Tehát azt, hogy 10-4-es a felszíni vízmennyiségnek a összmennyiséghez képest a reggelés, ez tulajdonképpen mihez hasonlítható? A fejünkön mondjuk néhány hajszál. Hát, körülbelül. Mondjuk mind nekem. Nem mondjuk. Mondjuk. Na mindegy, nem szólt. Mi van még odaíról? Teljesen mindegy. Miért ilyen száraz a föld? Na menjük. Száraz a föld. Száraz. Azt mondi, hogy ugye hogyan keletkeznek a bolygók? Mit tudunk róluk? Ugye alapvetően valamiféle protoplanetáris korongban. Protoplanetáris azt jelenti, hogy a bolygókat megelőző képződmény, ez egy korongnak képzeljük el, aminek középpontjában ott a csillag, és akkor itt ez, ahogy az ábrán is látszódik, körülötte egy ilyen fánkszerűen kiszélesedő gyűrűben vannak a gázok, gőzök és porszemcsék. És akkor ezekből a porszemcsékből aztán alakul ki ugye később ebben a szilárd testek, miközben a gáz az persze relatíve rövid idő alatt, tehát itt néhány milliót, maximum 10 millió évet kell képzelni, eltűnik a rendszerből. Jó? Tehát így képzeljük el. Most a központi csillag az megvilágítja ennek a korongnak a felszínét, de csak a felszínét, mert mélyebbre nem tud behatolni a sugárzás, ezért a felszín alatti rétegek azok hidegek. Ezért az a úgynevezett hóhatár, amit ugye ez a hegyeken is van a hóhatár, egyszer látjuk, hogy a fölött havas a hegy, az alatt pedig nem, elolvadt. Ez a hóhatár is meghatározható egy ilyen, ebben a kontextusban, és azt jelenti, hogy ennél a közelebb a csillaghoz száraz, tehát vízmentes, jégmentes részecskék vannak, míg ezen ettől távolabb pedig alapvetően egy sokkal jegesebb égitestek, vagy hát égitest kezdemények helyezkednek el. Ne feledd szabadat, de én már most látom azt, hogy a kérdéseket föltevő laikus közönség között az első kérdések egyike lesz, hogy oké, drága tanár úr, de honnan van az a víz? Miért van ott olyan sok? Honnan származik a víz az univerzumban? Hát ugye a hidrogén az a primordiális anyag, oxigén pedig legyártották a szupernovák, amelyek aztán kipöfögték a robbanások során a csillagközi térbe, és akkor ott összeállt. Gyakorlatilag már ez a víz, amit iszunk, ez már máshonnan. Ez már egy reprocesszált. Ez már egy reprocesszált, újra feldolgozott. És akkor innen van, és ugye azért van ilyen sok, mert a kémiai gyakorisága a hidrogén szén, vagy a hidrogén hélium szén, nitrogén oxigén. Igen, a vasak. Vagy fémek, vagy mikor. Ha, igen, fémek. A fémek. Jó. És akkor ott próbáltam jelezni, hogy azok az kis kék golyók, azok az ilyen jegesebb égitestek, amik ott kívül helyezkednek el. Na, most próbálom megnyomni ezt a gombot. Jön a léptető, biztos, hogy rá van kattintva az aktuális. Most oda mutatok. Jó, igen. Igen, hát akkor itt megállunk, egy kicsit tovább beszélgetünk. Megjelent ott valami, na most jó. És akkor megint feltetjük a kérdést, hogyha ott van a hóhatár, ahol ezen az ábrán, tehát körülbelül egy csillagászati egységnél, és a Föld is itt keletkezett, akkor miért van rajta ilyen kevés folyadék? Hiszen ott már körülötte rengeteg jeges égitest ólálkodik, és ezekkel nyilván összeütközhetett és akretálhatta, tehát saját magába belefoglalhatta. De ugye mégsem ezt tapasztaljuk. Igen. Na most. ugye azonban nem csak a felszín pórósodik, hanem ez a protoplanetáris korong, ez valójában differenciálisan rotál, hasonlóan a naphoz, tehát bizonyos részei gyorsabban forognak, méghozzá azok, amelyek a csillaghoz közelebb vannak, míg annál távolabbi részek lassabban keringenek a csillag körül. Tehát van egyfajta sebességkülönbség a részecskék között, ami surlódást okoz, és ez a surlódás gyakorlatilag hő formájában jelenik meg, és ez felmelegíti a belső részét a korongnak, tehát azt a részét is, amit egyébként sugárzás nem ér. Ezért
a hó határ az tulajdonképpen kijebb tolódik, hóval kijebb, durván olyan öt csillagászati egységre, ami most nagyjából a Jupiter környékén van. Jó? Tehát valójában ott igazából nem nagyon vannak jeges égitestek, hanem inkább száraz égitestek. Oké, de a kép azért nem ennyire egyszerű. Kicsit bonyolultabb a dolog. Itt van egy kis rákattintasz esetleg ott az elindítása, de vagy ezt nem tudom. Rányom, akkor elkezdem. Rányomok? Igen, akkor elkezdem. Nézzük. Lehet, hogy nem, de mindjárt kiderül. Rányomok. Egyet, és akkor az... Én nekem mozgok, de lehet, hogy rá kell klikkenteni. Rá klikkentesz hát, most... valamire, csak... Ja, igen, ott van egy videó. Nézd, azt indítom. Azt a videót, igen. Ugye gyors. Na, ezen az látszik, van ott három kis nyíl. A baloldali nyíl mutatja az időt, középen a tömeg, jobb oldalon pedig azt hiszem a hőmérséklet van. Ugye a súrlódás, tehát a súrlódás ugye az tömegtől függ, minél nagyobb a tömeg, annál nagyobb a súrlódás, annál nagyobb több hő keletkezik. Ahogy azonban telik az idő, ez a tömeg ez csökken, egész egyszerűen eltűnik a rendszerből, vagy beleépül több égitestbe, vagy egyszerűen kifújja a nap, vagy bármi egyéb hatások során eltávozik. Ennek következtében ugye kevesebb hő fog ott fejlődni, és ezért a hóhatár, ahogy látszódik is azon az animáció, most már nem látszódik, de látszódott, hogy szépen befelé mozdult. Jó? Elindítom meg. Jó, köszönöm szépen. Tehát bemegy a hóhatár, megint csak durván olyan egy csillagászati egység távolságig. Következésképpen ugye megint feltehetjük azt a kérdést, hogy miért ilyen száraz a Föld? Hiszen ott meg kellene jelenneik azoknak az égitesteknek, amelyik jegesek, ugye, amik már a hóhatáron kívülről bevándoroltak. Tehát ez a kérdés megint csak. Miért ilyen száraz a Föld? Tehát azt mondod most itt, hogy csak hogy összefoglaljuk az eddig elhangzatokat, minden relatíve egyszerű föltétel, föltevésből az következne, hogy több víz kéne, hogy legyen a Föld. Így van. Tehát, hogy valójában ez itt egy probléma. Pontosan nem értjük, hogy igazából ilyen egyszerű modellekkel nem jön ki, hogy mi a helyzet. Na most. Nézzük akkor, hogy honnan is. Picit tekintsük át, hogy a naprendszerben most hogyan helyezkednek el ezek az égitestek a víztartalmuk szempontjából, amiről Laci már az elején utalt. Ugye itt a vízszintes tengelyen az a naptól mért távolságban, csillagászat egységében megadva, a függőleges tengelyen pedig egy égitestnek a víztartalma a teljes tömegéhez viszonyítva, és annak a logaritmikus. Azért logaritmusra van. A -4 az ugye 10 a mínusz 4, az a 10 ezred. Így van. Így van. 10 a mínusz 2, az az 1%. Jó, és akkor látjuk, hogy különböző víztartalom szempontjából különböző égitestek vannak. Például az a világos kép, az egy szenes égítés, szenes, aminek a maradványát, vagy ami a földre lehullik, az ilyen szenes kondritként szokták emlegetni, és ennek a víztartalma az olyan néhány százalék körül van, ugye látjuk, hogy mínusz kettő fölött. Mínusz kettő, mínusz egy között. Mínusz kettő, tehát olyan néhány százalék, max. 10% között van. Jó, ezek 2,5 és olyan 3 csillagászati egység között helyezkednek el. Aztán nemrégiben felfedezték, hogy vannak olyan aszteroidák a Földben, melyek meglehetősen vizesek, oly mértékben, hogy ezeknek a víztartalma az ilyen 20, akár 30%-ot is elérheti, ilyen például a Ceres, amit pont a korábbi Dawn Mission mért, ez a DAVW, tehát a hajnal küldetés mért meg, és azt hiszem 25% igen. Jött ki. Ez ment először a Vesztához, aztán oda ment a Cereshez, keringett ott körülötte, és még mindmáig ott kering körülötte, csak már nem működik. Nem működik. Hát majd hátra ez is ijöttre kell. Hát, csodálkoznánk. Ez 3 és olyan 4 csillagászati egység között van. Akkor vannak a közönséges kondritok, ez zölddel van jelölve, kb. 2-2,5 csillagászati egységnél. Ez olyan, hát, 1/10% alatt. Ezrelék. Illetve van ez a piros, ez az enstatit, ez pedig nagyon kevés, tehát kb. 10% alatti víztartalommal, vagy még annál kevesebben is bír. Jó. Igen. Ez pedig 1,5 és 2 között van. A Föld pedig, ahogy előbb láttuk, az... Igen.
ott helyezkedik el, tehát olyan ugye 1%, nagyjából ezt beszéltünk meg az elején. Tehát látjuk, hogy ezekben az adatokra, hogyha ráillesztünk egy ilyen kis trendet, akkor nagyjából ezt kapjuk, hogy kapcsolat vélhető, vagy fedezhető fel, mondjuk a víztartalom és a csillagtól mért, vagy hát a naptól mért távolság függvényében, amit ez a szaggatott vonal jelez. De most ezt durván ráillesztettem erre a Móricz kábelra. De ennek az a tanulsága, hogy a Föld helyén egy csillagászati egységnél sokkal szárazabb égitestnek kellene lennie. Tehát ebből meg azt kapjuk, hogy a Föld tulajdonképpen túlságosan nedves. Ja, ha azt tovább vinnéd lefelé, így akkor mínusz 5-ig lemenne. Hát mondjuk. Ez a valami. Tehát ha az ott egyenesen folytatom. Ha azt a trendet így folytatjuk, akkor azt látjuk, hogy egy csillagászati egységnél mondjuk 10 a mínusz 5-en. Ehhez képest mit kaptunk? 4. Így van. Tehát honnan származik ez a rengeteg víz? Most meg már rengeteg víz. Tehát mi itt a probléma? Na most, igen. Jó. Ezt most csak megismételtem, itt ez a probléma. Ez itt a probléma. Jó, tehát valószínűleg, hogy a fejlődés során, a Föld kialakulása során nyilvánvalóan valamiféle jeges, vizes planetezimálókkal ütköznie kellett a Földnek, mert csak azért is, mert ugye az, hogy akretálódjon, meg kellett növekednie, tehát mindenképpen külső anyagra szüksége van, és ezeknek egy jó része hozhatott bizony, tehát távolabb vidékekről vizet, jeget. Ami és, aztán... akkor, bocsánat, ne felszólod, de akkor ez például, már látom, mit fognak kérdezni a nézők, mert ugye lehet kérdezni, a teja, ami nem az ital, hanem a Mars méretű test, ami a holdunk kialakulását okozta, becsapódása, ez egy paradigma, hogy így keletkezett a holdunk, hogy 30 millió évvel a kezdet után becsapódott valami. Az egy lehetséges. Abszolút. Szóval a lényeg az, hogy az se megoldás, mert ugye ő is ott volt, mint a Földünk. Tehát valójában az nem számított. Tehát nagyjából ugyanolyan vizes lehetett, mint a mi Földünk. Tehát nem onnan jött a víz. Így van, mert ugye lehet, hogy nagy tömegű volt, tehát nem lehetett nagyon excentrikus pályán, nem mozoghatott. Tehát ugye a Föld sem mozgott olyan rettenetesen excentrikus pályán, hanem inkább egy ilyen körös kis elnyúltságon. Jó, tehát hogy mégis honnan származik, ez pedig az izotópokban lehet sejteni, vagy az izotópok adhatnak erre valamiféle megszorítást. Ugye a baloldali ábrán ott van a Föld alatt egy ilyen kis tégely, abban pedig a vízmolekulák, és akkor azt látjuk, hogy alapvetően H2O molekulából áll a víz, ugye ez a teljesen normális víz, de nem csak ilyen vízmolekulák léteznek, hanem van úgynevezett nehéz víz, amit HDO-val jelölünk, és itt ugye a H az a hidrogén, a D az pedig a deutérium, ez a hidrogénnek egy stabil izotópia, az O az pedig az oxigén, megbeszéltük, hogy honnan származik. Deutérium abban különbözik a normál hidrogéntől, hogy plusz egy neutron van még benne. A középső ábrán pedig azt látjuk, hogy milyenek a szennes kondritban található víznek az összetétele, és látjuk, hogy a Föld és a szennes kondrit víz összetétel az ugyanaz. Itt a Föld esetén körülbelül az van, hogy 6660 H2O-ra jut egy HDO. 6600. Hát úgy durván, igen, 6667. Kétharmadszó tízezer. Így van. És ugyanezt az arányt látjuk a szennes konditrok esetén is. Azonban, ha megvizsgáljuk az üstökösöknél a vizet, akkor azt látjuk, hogy ennek a duplája, tehát körülbelül két HDO jut egy 6667 H2O-ra. Akkor ezzel most megcáfolod, ez nem az üstökösök. Ez nem. Ez maximum a szennes konditrok. Nem, hát nem néztem, most megnézem, hogy ebben hány HDO van, te mit látsz? Nem tudom. De úgy látom, hogy ebbe kevesebb kis van. Kis bolygók hozták. Ott, igen. Jó. Vagy nem. Igen. Na most. De most miért még? Tríciummal mi a helyzet? HTO van? Biztos, hogy van, de hát az olyan rettenetesen kevés. Annyira kevés? Kevés. Vagy még akkor tovább megyek, DTO. Vagy D2O, meg DTO. Az valami rohariótószer, nem? Az DDT. Az a DDT. Tehát a tríciummal nem tudom mi a helyzet, de valószínűleg abban sokkal-sokkal kevés lehet. Igen. Kevés lehet. Jó. Tehát mindebből azt látjuk, vagy arra következtetünk, hogy a földi vizet, azt a szenes
kondritot tartalmazó aszteroidák szállíthatták ide a Földre, hiszen az üstökösök víztartalma jóval, vagy HDO tartalma jóval magasabb. Oké. Okay. Itt csak leírtam, hogy mi az a deutérium. Igen. Jó, tehát ismételten azt mondhatjuk, hogy a Földre elsősorban, tehát a szenes aszteroidák hozhatták a vizet. Oké. Okay. Megjegyzésképpen azért elmondom, hogy vannak olyan üstökösök, aminek ez a HDO, H2O tartalma jó közelítésre megegyezik a földi vízével, de ebben az esetben egyéb izotópok viszont eltérnek, ilyen például a nitrogén 14, nitrogén 15 arány. Aha. Tehát az viszont már különbözik. Tehát nincs a Földön. Ilyen nincs, vagy legalábbis itt a felszínen nem látunk. Nem látunk. Ugye ezt mindig hozzá kell érteni, hogy mindezt a felszínen tapasztaljuk. Hogy mi van a mélyben, azt nem tudjuk. Tehát az egyelőre terra incognita. Nem tudom. Szószoros értelmében. Oké. Tehát valószínűleg az aszteroidák szállították a vizet a Földre. Jó. Most hogyan? Hogyan került ide ez a sokszenes aszteroida? Ugye ezt feltételezzük, hogy a Jupiternek a migrációja és vagy a növekedése az okozhatta, hogy ezek a víztartalmi jeges égitestek a belső részbe kerüljenek. Tehát a naprendszernek arra részéről a földtípusú bolygók keletkeztek. Ugye azt mondja, hogy... Grantek, meg Jupiter növekedés. Tehát két modellt szoktak feltételezni, ami megmagyarázza, hogy hogyan kerültek az alapvetően távol kialakuló égitestek, víztartalmi égitestek ide a belső vidékre. Az egyik az a Grantek modell, ez egy angol kifejezés, majd megmondom, hogy honnan származik. A másik pedig hogy a Jupiter növekedése in situ, tehát a kialakulása növekedett és érte el jelenlegi helyzetét, nem nagyon mozgott. Uh-huh. Nem nagyon vándorolt ide-oda. És maga a Grantek modellt az körülbelül így lehetne. De mi tűnjünk el, mert inkább magyarázzuk. Jó. Ott bal oldalt le is írom. Tehát az feltételezi, hogy a Jupiter az olyan 3,5 csillagászati egység, vagy proto-Jupiter 3,5 csillagászati egység környékén jött létre, majd amikor elért egy bizonyos tömeget, ez olyan kb. 20 földtömeg, akkor a gázzal való kölcsönhatás miatt elkezdett befelé vándorolni a naphoz közelebb. Ugye ezt a legfelső panelen látjuk. Igen. Először volt egy kis fekete golyó, és aztán lett egy nagy fekete golyó. Nem, a nagy fekete golyó a Jupiter. Igen. Mögött tőle jobbra a kis fekete golyó a Szaturnusz. Szaturnusz is ott van benne. Ugye ott a vízszintes tengelyen a naptól mért távolság van, függőleges tengelyen pedig a excentricitás. Hát ez ilyen Móricz-kábra. Most ott az a pirossal jelölt rész, az a belső száraz korong, míg a jobb oldalon a kékkel jelölt rész, az a külső vízben gazdag jeges alkotóelemekből felépülő korong. Most ahogy befelé vándorolt a Jupiter, ugye a szimuláció körülbelül olyan 1,5 csillagászati egységnél azt mondták, hogy ott befogódott a Szaturnusszal egy rezonanciába, úgynevezett középmozgás rezonanciába, méghozzá a 2-1-esbe, és ez megállította a befelé vándorlást, sőt, ennek hatására, és annak, hogy időközben a gázkorong jelentősen lecsökken, megfordult ez a vándorlás, és elkezdte kifelé mozdulni mind a két égítés. Hát akkor az igazi migránsok a bolygók. Hát olyasmi. Migráltak befelé, meg migráltak kifelé. Még itt, na jó. De ahogy befelé vándoroltak, ugye felkeverték tulajdonképpen azt a belső régiót, azt a belső száraz égiót, és egy jelentős részt kiszórtak, ez ott az a jobboldali Ferdén ellipszis, amiben az van, hogy ilyen szórt S típusú égitestek vannak. Ja, tudok mutatni, igen, bocsánat. Igen, ebben tudok mutatni. Ott jó, tökéletes. Szuper, ez itt, igen. Ott szórják ki a belső száraz. Csak itt megfordultak, ez a nyír mutatja azt, és elkezdtek kifelé vándorolni, és elérkeztek a jelenlegű helyikre, tehát a Jupiter kb. 5,2-re, a Szaturnusz meg nagyjából 9,5 csillagászati egységre, és hogy kifelé belemásztak ebbe a külső korongba, és ezt is szétszórták, és egy részét beszórták ide bentre. Tehát itt belül a belső, jelenleg úgy hívott kisbolygójövben egy ilyen vegyes populáció jelent meg. Az eredeti belső őslakók, pirossal, és a jövevények, akik kívülről érkeztek, kékkel, és ezek itt összekeveredtek.
Ezek már vizesek, azok szárazak. A vizes vattok, akkor viszont hadd tegyek fel egy kérdést. Akkor a Szaturnusz nélkül a Jupiter ment volna végigbe, és akkor most lenne egy forró Jupiterünk és semmi másunk? Így van, vagy benne lenne a csillagba. És akkor a Szaturnusz kellett hozzá. Az kellett. Akkor legyen szíves Jupiter, köszönjél meg Szaturnuszt. Hát vagy mi. Vagy mi is, igen, igen. Na jó, szerintem ne jöjj vissza őket a Hobbit üzemmódba, és folytassuk. Jó. Tehát látható, ez a Grand Tech modell. Most miért hívjuk Grand Technek? Ez egy ilyen vitorlás kifejezés. A hajók, amikor széllel szemben haladnak és irányt váltanak, akkor úgynevezett takkolnak. Tehát egy takkot vált. És akkor úgy átmegy a lopp, hogy átliffenál. Egy ilyen durván 90 fokos. Itt mondjuk 180 fokos volt a fordulat, de hajóknál ez 90 fok, és ezt hívják Technek, takkot vált. Jó. A következő, tehát ez a tehát a Grand Tech modell hogyan járult ahhoz hozzá, hogy ezek az aszteroidák bekerüljenek a kisbolygőbe? Ugye először most azt az állapotot nézzük, amikor megérkezett nagyjából olyan 1,5 csillagászati egység környékén, és az irányváltás előtt van. Ugye tőle kívülről, tőle távolabb, csillagtól távolabb ott van egy kisbolygó, ami nagyjából olyan víztartalma, most mindjárt megpróbálunk ráirányítani. Ja, mert rosszat nyomok, igen. Aha, ez. Ott az a Jupiter. Ez itt a jeges kisbolygó. Ez pedig az a terület, az a tartomány, az a gyűrű, ahol formálódnak a földtípusú bolygók. És akkor következő lépésben ugye mi történik? Megbeszéltük, hogy a Jupiter elkezd kifelé vándorolni, növeli a pályán a sugarát, és ahogy ezt megteszi, ugye áthalad annak a kisbolygónak a pályáján, sőt, ugye közel kerül hozzá, jelentősen megzavarja a pályát, és akkor ezek egy része, most itt csak egyet ragadtam ki, egy elliptikus pályára áll, egy jóval elnyúlt pályára áll, aminek a afériuma, tehát a nap közelpontja belelóg ebbe a tartományba, ahol keletkeznek a bolygók. Na most mivel nem áll meg a Jupiternek a vándorlás, hanem halad tovább, ezért elég messze kerül ettől a kisbolygótól, és tulajdonképpen már nem zavarja az ő mozgását annyira, tehát itt tulajdonképpen stabilan tud keringeni. Hosszú ideig itt több millió évre kell gondolni, nyilván függ attól éppen mik a speciális paraméterek, de lehet az, hogy ez alatt szépen beleütközik ott a Földbe, és akkor egy nagy becsapódás történik. Bum! Tulajdonképpen pont egy ilyet szimuláltuk mi. Nézők nem látják, de tátott szája, virtuális tátott szája itt, a bámulat, ott, mert ez egy tök érdekes dolog. Az excentricitást, ha finom hangod, akkor beküldöd a naprendszer belső régióba. Így van, és mivel ugye rengeteg ilyen test van, tehát egy csomó így fog viselkedni, egy másik része kiszóródik, aztán lesz olyan, ami az minket most nem van, és lesz ugye, ami jó része, ami a Jupiterben nyilván becsapódik. Oké. Okay. Akkor a következő, a másik pedig, hogyha mi történik akkor, hogyha a Jupiter nem migrált, hanem ott növekedett ilyen nagyjá, ahol keletkezett. Mert nem biztos, hogy ez a migráció megtörtént, ez csak egy hipotézis. Ekkor mi történik? Ugye hasonló a helyzet. Tehát itt van a Jupiter, és tőle távolabb, egy nagyobb sugarú pályán kering, nem veszte tőle egy jeges égi test. Most ahogy elkezdi növelni a tömegét a Jupiter, ugye 300-szor akkora tömege van, mint a Földnek, a körülötte lévő égitesteket jelentősen megperturbálja, megzavarja a mozgásukat, és megint csak egy ilyen elliptikus pályára fog állni. Most hogy lesz ebből kör alakú pálya? Mert ugye itt az a probléma, hogyha így mozogna, már megint rossz, nem most jót nyomtam, csak nem sikerült, tehát ha ez így mozogna, akkor előbb-utóbb a Jupiter innen szépen kiperturbálná, vagy nekiütközne, és akkor nem lenne elég idő ahhoz, hogy itt becsapódjon valamelyik égitestbe. De ebben az esetben még itt jelentős mennyiségű gáz van, sőt nem csak itt, hanem itt is, és ez a közegellenállás jelő egyszerűen körösíti a pályáját, ami azt jelenti, hogy egy kevésbé excentrikus pályára fog ráállni, így, messzebb kerülve a Jupiter porzalma zavaró hatásától, és akkor így megint csak hosszú ideig stabilan keringhet itt, és ugyanaz a helyzet bekövetkezhet, mint a korábbiakban, tehát neki csapó, lesz idő arra, lesz lehetőség arra, hogy neki csapódjon az egyik kialakuló
föld típusú bolygónak. Ez lehet a Vénusz, föld vagy a Mars, bármi. Tehát akkor egyébként. Gyakorlatilag a narancssárga fánkba, ott a közegellenállás, mint hogyha mit tudom én lenne egy... Nem csak ott, körülötte is, ez csak azért jelöltem ki, mert a föld típusú bolygók nagyjából ezen a térrészen alakulnak ki, de a közegellenállás az mindenhol van, igen, itt is, ott is, tehát az jelen van még ebben az esetben. Ez azt jelenti, hogy ez az első pár millió évben történik. Na de mielőtt még tovább menjünk, egy intim kérdés. Hogyan tudod, hogyan lehet bizonyítani, vagy hogyan lehet következtetni arra, hogy a Grantek vagy a Jupiter növekedése volt a valóság? Hát... Lehetetlen? Biztos, hogy lehet. Biztos, hogy lesznek rá még olyan módszerek, meg ugye maguk a kisbolygóban lévő égitestek nagyon sok információt megőriztek. Tehát, hogyha megfelelően tudjuk őket nézni, megfelelő szemszögből nézünk rá az adatokról, vagy jól gyűjtjük ki az adatokat, akkor lehet, hogy kapunk olyan válaszokat, amik bizonyos dolgokat kizárnak, vagy valószínűsít, jobban valószínűvé teszik az egyiket, mint a másikat, de ez, hogy igazából hogyan lehetne eldönteni, még nem nekem tudom. Most így gondolkozok rajta, én is ezen, hát gyakorlatilag más rendszereket, ha látunk, mint a kóspálágék csinálnak a kialakuló fiatal rendszerek, meg móratélek, ugye a törmelékkorongban a kialakuló bolygóknál mi történik, hogyan, talán azoknál, ha van egy ilyen időbeli, 1 millió éves, 10 millió éves, 100 millió éves, és akkor látjuk a kialakuló rendszereket, hogy akkor mi működhet valójában. Mi a naprendszerünkben nem tudunk időutazást csinálni, hogy visszamegyünk 4,5 milliárd évet. Hát nem. Pedig milyen jó lenne. Én szívesen, de ha visszahoznak, szívesen elmennék a múltba megnézni. Jó. Tehát ez a két modell van, mind a kettő lehetőséget ad arra, hogy ezek a jeges égitestek, ezek a belső részbe is bekerüljenek. Uh-huh. Oké. És akkor hogyan érkezik a víz ezekre a növekvő földszerű bolygókra? Itt egy kis szimulációnak az első snapshotja, vagy hogy hívják, pillanatfelvétele látszódik. Különböző színnel jelöltem ugye a különböző típusú égitesteket. A zöldek azok az úgynevezett planetáris embriók. Hát a planetáris, a bolygószerű képződmények, ezek a protobolygók, tényleg bolygóknak az előképe, ősei. Ezekből aztán lesznek a nagyobbak, a Föld, Mars, Vénusz, stb. Stb. Sőt, igazából a nagy bolygóknak is valahol volt egy ilyen magjuk. Uh-huh. Akkor a piros azok a száraz planetezimálok, tehát ezek a kisebb, jó, a embrióknál jelentősen kisebb égitestek. Ezeknek a víztartalma nagyon alacsony. Illetve ugye ott látjuk kékkel a szórt korongot, amelyeknek az víztartalma már jóval magasabb. Ugye ez az a pillanat, amikor a Jupiter így vagy úgy, tehát vagy migráció által, vagy helyben történt növekedés során beszórta a belső régióba a kívül található jégben gazdag, vagy vízben gazdag planetezimálokat, égitesteket. Uh-huh. És akkor ugye ez a tartomány, ahhoz keletkeznek a földtípusú bolygók, úgy durván, ez a tartomány pedig az, ahol ezek az égitestek vannak, amiket a Jupiter ide kegyeskedett nekünk teleszórni ezt a tartományt. Akkor további megjegyzés, ugye régi ismeretterjesztő könyvekben van ez a, most már tudjuk, a meghaladott kép, hogy a kisbolygó öv, a Mars és a Jupiter pálya között az egy össze nem állt bolygónak a maradványa. Ez nem igaz akkor valójában. Hát, meghaladott kép, mert tényleg bonyolultabb a helyzet. Sokkal bonyolultabb, igen, a helyzet. Jöttek is, mentek is, kiszóródtak, beszóródtak. Így van. Nyilván nagyon fontos az, hogy tehát a részletek is lényegesek. Tehát lehet, hogy ez most egy abszolút véletlen, hogy pont így alakult ki. Lehet, hogy egy másik hasonló. Bár azt, én is végeztem ilyen vizsgálatokat, és általában azért ez jön ki. Tehát, hogy egy bizonyos kezdőfeltételeket, ha meghatározunk, ez az úgynevezett minimum napköd modell, amit felszoktak tételezni, akkor jellemzően egy ilyesmi kép rajzolódik ki, több sok-sok szimuláció eredményeként. Tehát annyira, tehát a kezdőfeltételek azért eléggé meghatározzák. Na jó. És akkor itt pedig ezt csak azt akartam mutatni, hogy az excentricitást hogyan kell elképzelni. Ugye a fekete az egy kör, aminek az excentricitása nulla, nem ellapult, akkor egy ott van egy pirossal jelölt pálya, aminek az excentricitása 0,6. Ez körülbelül egyébként, hogyha ezen az ábrára ránézünk, most jön meg a rosszat nyomok, itt ugye ez a fél nagy tengely,
ez a vízszintes. Itt a függőleges tengelyen pedig az excentricitás van, és a 0,6 az körülbelül itt van. Aha. Tehát ez nagyjából ez az átlaga. Kék fellő, az a rózsró. Ez körülbelül egy ilyet pályát kell elképzelni. Elég sok minden keresztez, ugye, ami az útjába kerül. Ez pedig már egy 0,9-es, tehát ez már egy igen jelentős. Eljött, ez itt valahol fönt van, 1-2 képviselője azért van. Jó, és akkor maga az animáció, most ugyanezeket a színkódokat mutatok, most nem tudom, és el tudom indítani. Nem, és te lehet, hogy jól áll rá, szerintem nem tudtam. Valami animáció, ott tényleg ott van egy animáció. Jó, és akkor ezen lehet látni, hogy hogyan. Minden egyes egymillió évben készült egy felvétel, egy pillanatkép az aktuális állapotról. Közben kialakult a Vénusz föl. Így van. És akkor azt látjuk, hogy a belső régió szépen kitisztul, tehát az a sok piros száraz égitest az eltűnik, belecsapódik, beleütközik valamelyikbe. Esetleg még egyszer le tudod játszani? Vénuszba, vagy a Földbe, vagy a Marsba, tehát valamelyik embrióba, amit most így nevezünk, persze ezek csak ugye szimulációk. Szépen az kiürül, és látjuk azt, hogy a külső tartományok ugye kevésbé ürülnek ide, egy jelentős rész azért mégiscsak becsapódik ezekbe az embrióba, ugyanis a belső részén az a kék pötty azt jelzi, hogy mennyi vizet akretált ez alatt a 147 millió év alatt. Tehát ugye azért az nem kevés, ami ott megjelenik. Tehát ez egy lehetséges forgatókönyv arról, hogy hogyan került víz ezekre a földtípusú bolygókra. Sőt, hogyha ez igaz, az ott nagyon sok szerintem, akkor a geokémikusoknak is akár igazuk lehet, hogy 100 vagy annál több föld óceánnyi. Benyelt az olvat. Így van, csak az ott benn van a magban. Jó, és akkor mi ennek egy speciálisabb részét vizsgáltuk, hogy azt néztük, hogy az ütközés törmelék az hogyan szállíthat vizet a földre. Ugye láttuk, hogy vannak ütközések, mind a két esetben ugye az ütközés az előfordul, akárhogy is történt a Jupiternek az élete, akárhogy zajlott. Ütközések mindig vannak. Egyszerűen az ütközések azok, amelyek tulajdonképpen felépítik a kisebbektől. Gyere vissza minket, azok az egyenleteket takarjuk el. Az ütközésektől, hogy felépül ugye, tehát ezek a nagyobb égitestek, gondoljuk meg, hogy tulajdonképpen a mikrométeres, centiméteres tartománytól jutunk el az 1000 kilométerig, tehát nagyjából 10 nagyságrendes kell áthidalni. Ne feledd szavarati nekem, van egy ilyen emlékem, hogy meter size barrier, hogy van egy, még 10 év vezetők, most is voltam, beszélgettem ezekről a kérdésekről többet, akkor emlékszem, hogy nekem ezt sokszor magyarázt, hogy az a bolygó keletkezésnek az egyik nagy problémája, pici vackok keringenek, összetapadnak, összeállnak nagyobbakká. De egy bizonyos mérettartomány után, hogyha két nagyobb összeütközik, az nem összetapad, hanem széttöri egymást. És ez valahol a méteres méret környékén van. Ennek van már megoldása? Nincsen. Tehát nincs, ez is nincsen. Egy rejtély akkor van. Ezt nem tudjuk, hogy még hogy történik. Tényleg egy idő után széttörik, és akkor nem lesz belőle nagyobb. Pontosan. Tehát olyan nagy lesz a becsapódás sebessége, ami egyszerűen szétbomlasztja az egészet. Itt most ezzel nem foglalkozunk. Csak mi már egy nagyobb. Eszembe jutottak dövok 10 évvel előtt. Tehát itt csak a geometriája, itt két test ütközik, az egyiket célpontnak, a másikat lövedéknek szoktuk nevezni, és akkor különböző paraméterek jellemzik az ütközést. Jó, ezek azért elég kemény dolgok. Én nem akarom, hogy ezeket engem. Akkor el is napozom. De azért gyere vissza egy pillanatra, mert azért emlékeztessük a kedves nézőket, akik nem látták a Magyar Titok című videóban ennek a rövid ismertését. Ez most valójában egy Monthly Notices of the Royal Astronomical Society-ben már meg is jelent. Így van, igen. A kedves nézők utána nézhetnek a részleteknek, és ez ugye Süli Áron és Forgásnyi Dajka Emese. Így van, kolléganőmmel. Mennyi ideig csinál? Mennyi ideig szám? Sokáig? Ez elég komplikált számolás. Igazából nem volt olyan rettentő sok a számítás, tehát a magukkal majd megmondom, hogy mennyi, jó? Azt azért, ezek komoly koordinátrendszereket. Itt egy két transzformáció, igen. Itt tulajdonképpen, hogy hogyan képzeljük el az égitesteket, a Cereszt vettük alapul, ugye annak aztán mérte a Dón, hogy nagyjából 75% a belső szilárd maga, az körülbelül egy ilyen bazalt jellegű anyagot ételeztünk föl, és akkor ez kívül körbeveszi egy ilyen jeges keverékanyag, tehát elég sok víztartalma van, 25% nagyjából, hogy tömeget nézzük.
A címbe várjad fönn, most nem hagylak, hogy mondjam. SPH, a szimulátus közös. SPH, ugye Smooth Particle Hydrodynamics-nek a rövidítése, az mit jelent? Ez egy olyan módszer, amivel szilárd anyagoknak a modellezését lehet nézni. Ez egy program, amit a Tübingen Egyetemen fejlesztettek egyébként, és szabadon elérhető, használható, nekünk van kapcsolatunk velük, majd megyünk is ki hozzájuk valamikor májusban, ha minden igaz. És akkor itt pedig négy pillanat felvétel az ütközésről, de különböző színnel jelölve a bazaltot és a jeget. Itt véletlenül annak idején baslatot írtam, de ez most már így maradt. Ezért nem tudok elrátumot publikálni az emelvásban. És akkor itt szépen az ütközés, az nagyjából 10.000 másodperccel az indítás után, és akkor itt 86.000 azt hiszem az utolsó, tehát durván egy nap. Tehát itt nagyon, nagyon gyorsan történnek a folyamatok. És a skála is jelentősen megváltozik, ez itt 1000 kilométer, itt a teljes, tehát ez 1000 kilométer, itt viszont már százszorosra, itt olyan 10.000 kilométer, tehát nagyon szétdobódik itt az egész. És rövid idő alatt. Különböző színűek pedig a különböző összetételvégi anyagot jelölik. Jó, itt egy kis szimuláció, hogy hogyan működik az SPA, ott a két test összeütközik. Ez most egy olyan ütközés, a két test azonos nagyságú, körülbelül Ceres méretű, tehát ez nagyjából 500 kilométeres sugár. Szemben teljesen frontálisan ütközik a két égitest, és a ütközési sebességük, az pedig a szökési sebességüknek a kétszerese. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy egy szökési sebességgel, ha elindítanám őket egymástól, akkor végtelen messze távolodnának. Most ennek a sebességnek célszerű ilyen egységükből számolni, ennek a kétszeresével történik az ütközés. És ott jobb oldalon pedig az látszik, hogy az égitesteket alkotó részecskéknek a fél nagy tengelye, és az excentricitása időben hogyan változik. És egy ilyen nagyon érdekes pipa alak alakul ki. Most egyébként pont ennek a kialakulásával és a magyarázatával foglalatoskodok. Jó. Hát itt tulajdonképpen az a pillanat látszik, ami az ütközés után történik. Eltelik ugye 86.000 másodperc az ütközéstől, tehát durván egy nap, és akkor leállítjuk az SPH-t, és megnézzük, hogy milyen törmelékek vannak, és ezekkel a törmelékekkel fogjuk aztán elindítani magát az enter szimulációt, ami a mozgás egyenleteket oldja meg, nem veszi figyelembe az anyagi tényezőket, minden testet pontszerűnek tételez fel, olyan értelemben, hogy a gravitációs szempontjából pontszerű, de ütközni tudnak. Tehát, hogy vannak kiterjedés, van egy olyan jellemzője, ami megmondja, hogy mekkora, és ezt a program a futása során figyelembe veszi, és akkor bizonyos, tehát ütközéseket így tudunk. Nekem ez nagyon tetszik, megmondom őszintén. Tehát van két gömböcöt, összeütköztetett, ez a Smooth Particle Hydrodynamics, abban mégiscsak benne van, hogy mintha ilyen folyadékszerű valami, aztán szétesik, szétrepül az Afrik, és onnantól kezdve ezt az outputot átadod egy égi mechanikai kódnak, és onnantól kezdve ezek a szétrepülő fröccsenetek, azok már egy pontszer, tömegpontok, amik aztán keringenek a naprendszerben. Így van, így van. Ez mennyire gyakori, hogy ilyen kombinált vizsgálatokat csinálni? Nem nagyon. Mert én megmondom ezt, hogy nem nagyon olvastam még ilyet a szakirodalomban, tehát nekem ez egy újszerűnek tűnő megközelítés. Igen, ez az újszerű. Tehát mert sokat dolgoztam rajta. Na jó, de hogy valójában ténylegesen ebben azért benne van az is, nem, hogy a számítás technikai kapacitások, vagy nem tudom. Ja igen, visszatérhetek, volt egy kérdés. Érdekes, tehát maga ezek az SPA szimulációk aránylag gyorsan lefutnak. Az mit jelent? Másodpercek, percek, nem, napok? Nem, néhány óra. Néhány óra. Néhány óra, maximum egy nap, de az, de ugye mi itt nagyon sok részecskét azért nem tettünk bele. Körülbelül azt úgy emlékszem, hogy 25-25.000 részecskéből állt a célpont és a lövedék is, de durva 50.000 volt összesen. És aztán ami ide kijött, az ugye attól függ, itt látjuk, hogy azért itt kevesebb a törmelék, itt azért már egy kicsit több, itt meg már jóval több. Emlékeim szerint itt olyan ezer körül van a törmelékszám, itt már inkább olyan 3000, és amikor marha nagy sebességgel ütköztettük össze, tehát itt a sebességben van az eltérés, akkor azért már 10.000 részecske volt, és akkor már lassan futott az embody code. Tehát igazából itt az enter szimuláció futott lassan, jó, hogy az egy millió évig, de ott már bizony hetek, hónapok voltak.
Tehát ott már kellett számolni, és ez a grafikus kártyán mentek, mint ráadásul. Számolod, igen. És gondolom gyakorlatilag az összes nagybolygót figyelembe vettétek. Itt csak vagy a Jupiter. Itt úgy volt ugye a Nap, természetesen akkor a Vénusz, Föld, Mars, földtípusú bolygók. A Merkur kihagytuk, mert az ugye túl közel van, nem is, az nagyon lelassítja a számítást. És akkor a Jupiter, Saturnus volt még benne. Mert ugye speciális rezonancia a környékén vizsgáltuk, ugye ez a úgynevezett Nü 6 rezonancia. Ez egy szekuláris rezonancia. Itt ezt a rezonanciát úgy kell elképzelni, hogy a Szaturnusznak a pályája az forog, tehát ez az ellipszis, ez így forog körbe a Nap körül, úgyhogy ez a fixen van ugye az egyik fókusza, és akkor így elfordul az ellipszis pálya. Ez néhány tízezer év alatt történik meg, azt hiszem 70 ezer év a periódus. És hogyha a kisbolygónak hasonlóan forog a pályája, akkor ezek kerülnek rezonanciába, és akkor ezek a hatások felerősödnek, összegződnek, és akkor ennek hatására az történik, hogy megnő az excentricitása annak a kisbolygónak, ugye ez itt látszódik, és kiürül. Innen kiürül. Tehát jól látszódik, hogy ebből a tartományból, ez körülbelül ez a Nü 6 szekuláris rezonancia, ahol lesz 6, szépen eltávoznak az égitestek. Kiürül, és akkor fölmennek a nagy excentricitású. Fölmennek, és akkor onnantól kezdve már Föld, akár Vénusz, Föld és Mars keresztező pályára kerülnek, azt jelenti, hogy beleütközhetnek. És akkor gyakorlatilag itt ennek a, én emlékszem, hogy a cikk nagyon meglepett, de hát nyilván nem foglalkoztam, és akkor emlékszem, a Szaturnusz itt ez mennyire fontos szerintem. Hát pont azért fontos, mert hogy igen, ő okozza ezt az egész elnyúló pályát, és aztán kvázi nem is a Jupiter bombázza a Földet ezekkel a törmelékekkel, hanem a Szaturnusz. Így van. Tehát ha Szaturnusz nem venném bele ebbe, akkor nem sok minden történne itt. Aha. Ezek itt békésen elkeringenének ezen a pályán, nyilván egymás közt ütközgetnének, de tulajdonképpen ennyi. Még egy dolgot azt akarok mondani, hogy ha meg tudnánk mondani mondjuk, hogy egy csoport égitest, amit látunk most az égen, és ki tudnánk válogatni, hogy ők egy típushoz tartoznak, vagy egy ős szülőkből származnak, és fel tudnánk rajzolni ezt a vét, akkor ebből magára az ős, tehát arra az égitestre, ami az ütközést elszenvedte, meg tudnánk mondani a pályelemeit, ha felrajzolnánk ezeket, mert ezek a vonalak egyébként pontosan, ez itt az egyik a perihélium, a másik pedig az afféliumon fekszik rajta. Na jó. Ez a kisbolygó családokra vonatkozik. Most így vannak olyan kisbolygók, amik hasonló pályelemekkel vannak, és akkor azt szokták mondani, hogy ütközések törmelékei. Pontosan. És akkor így azt mondod, hogy ki lehetne deríteni, hogy az ütközés előtt hol történt, meg milyen pályán hozottak a dolgok. És ezt még nem csinálta senki, vagy ez még egy ilyen... Ezt még nem, de az a baj, hogy elég hamar, ugye látszik, hogy azért elég hamar eltűnnek itt, elkenődnek a dolgok. Aha. Úgyhogy azért mondom, hogy nagyon sok relikviát tartalmaznak ezek az égitestek, tehát hogy sok mindent lehet aztán majd belőlük. Jó, ez az a pipa alak, amiről beszéltem. Igen. Jó, itt pedig az látszik, hogy minél nagyobb az ütközés sebesség, annál inkább szétszólódik ez az egész törmelék halmaz. Hát nem lehet, hogy ha valaki engemet pofán csap, akkor repül a vér. Ha csak pofon csap a gyerekem, akkor kicsit kipirosan. Akkor csak egy picit lesz a pipa. Ez ugyanaz, csak itt a fél nagy tengely van, megint csak itt a vízszintes tengely, és az inklináció van a függőleges tengely. Az inklináció, hogy mennyire hajlik a fősíkhoz képest az adott égitestnek a pályája. Az a két felhő a jobb szélén, 5 foknál meg 10 foknál, az miért olyan felhő lesz? Ezt nem tudom. Nem, de az nem valami, ez nem csak megy valahova, hanem az úgy tényleg valami. Hát igen, mint egy hamburger, de hogy pontosan mi okozza, azt nem tudom, mert itt ugye egyébként nekem ez is egy nagyon meglepő dolog volt, hogy itt ez jött ki. Én azt gondoltam, hogy egy felhő lesz. Egy ilyen kis elterült, ilyen kis elmosódott felhő, olyan, mint ezen a síkon, tehát a fél nagy tengely inklináció síkon, egy ilyen felhő. De nem ez lett, hanem egy ilyen nagyon határozott. Na jó. Akkor menjünk tovább. Itt van ez a pipa, ugyanez látszik, csak itt azt mutattam meg, hogy a különböző színű égitestek mibe csapódnak bele. Itt meg lehet nézni, hogy vannak sárga színű testek, azok belementek a Napba, csapódtóba. Meglepően sok ment, csapódott a Napba.
Akkor vannak kékek, hát most az igazság, én nem látom, az mi, az a... Szerintem az a, az a Vénusz. Az lesz a Vénusz. A Föld, nem is tudom. Látom, hogy Earth, alulról második az Earth. Tudsz segíteni? Kék közel? A Föld, kék a Föld, a Vénusz. Zöld a Vénusz, és akkor a piros meg a Mars. Igen. Itt a piros, hol a piros egyébként? Itt lehet nem látni. Mondjam, hát egy-kettő, érdekes módon. Vénuszban is egy-kettő van, a Földben pedig jóval több. De itt van azért egy kis csalás, na, azt igen. El kell mondjam. Igen. Azért, hogy azért lássunk valamit, megnöveltük a Földnek a sugarát, méghozzá jelenleginek a tízszeresét, hogy meg tudjuk mérni, mert különben nagyon kevés lett volna. Ez egy, volt egy korábbi ehhez hasonló vizsgálat, ahol csak ahol nem ütközési törmeléket vizsgáltak, hanem egyszerűen fogtak valamilyen elosztásban egy próbatesteket, és akkor ott nézték, hogy hogyan fejlődik időben ezeknek a félnagytengely, meg excentricitás, meg úgy egyáltalán a pályájuk. És akkor ott ők szintén ugyanezt a módszert vették, mert amikor nem növelték meg a Földet, akkor nagyon kevés becsapódás volt, és akkor utána ők is megnövelték a tízszeresére, és egyszerű analitikus becslést adtak, hogy ez körülbelül hogyan változtatja meg az arányokat. Ezt majd mi is figyelembe veszük a későbbiekben, de itt magukat a számolásokat azt nem akarom bemutatni. Na, esetleg... Jó, az ábra, amit nem képen jó. Voltam megérteni, hogy rendben nem is. Jó, itt ez egy ütközési fa, hogy hogyan is történik az ütközés az N-test szimulációba. Itt a... Na, Szondi, hogy hol van ez? Ott van. Itt a vízszintes tengelyen az idő van, logaritmikus skálán, évekbe kifejezve, a függőleges tengelyen pedig a tömeg. Ezek a függő vízszintes vonalak, amik ilyen szürkék, ezek az egyes törmeléknek a fejlődését, tömeg idő fejlődését mutatja. Itt legfelül pedig ezzel a kékkel, kékkel jelölt vonal, ez pedig a célpontnak a tömegét mutatja az időben. Uh-huh. És akkor itt azt látjuk, hogy például ez a törmelék, ez itt elindul, aztán itt történik egy hirtelen ugrás. Tehát azt jelenti, hogy belecsapódik itt valaki, vagy ő belecsapódott valakibe, uh-huh. és megnövekedett a tömege, ezért felugrott ide. Uh-huh. Aztán itt folytatta az életét. Itt hopp, megint volt egy ütközés, ezért megint megnövekedett. Uh-huh. Azért egyre kisebbek a növekmények, mert logaritmikus a függőleges skála. Aztán ment tovább, itt belecsapódott valaki, itt is volt egy kis növekedés, de ez nagyon kicsi növekedés volt, mert ez kis tömegű ehhez képest. Uh-huh. Látjuk, hogy három nagyság rendel kisebb. És akkor ez itt hopp, belecsapódott a célpontba. Ez még csak a célpont, nem? Ez maga a célpont. Jaj, ez maga a célpont. Így van, tehát ott az elején, amikor ez a nagy halmaz, akkor azért egy csomó minden visszacsapódik. Jaj. Úgynevezett ilyen reakréció történik. Ez az első pár tíz évben történik, és utána kitisztul a világ. Jó, de ezt így kell értelmezni. Ez egy néhány ízért, tehát ennél sokkal-sokkal több van. Itt pedig ezeken a ábrákon, ugye, hogy hogyan történnek az események időben. Itt szintén a vízszintes tengelyen az idő van, 0-tól 1 millió évig, a függőleges tengelyen pedig itt a száma van, az ütközések száma, a jobboldali tengelyen pedig tömeg. És akkor az első pár százezer évben, attól függ, de durván, hogy a 2-300 ezer évig nem sok minden történik. Nyilván kell annyi idő a nőhat rezonanciának, hogy hasson, hogy megemelje az excentricitást. Ez megtörténik, akkor elkezdik a becsapódást történni. Ez most kifejezetten a Földbe mért becsapódás. És akkor két színnel jelöltük a két különböző anyagot, ugye kékkel a jeget. Látjuk, hogy például az elején egy jeges test csapódik a Földbe. 50 ezeres felbontások vannak itt, tehát 50 ezer évnek a kumulált története van itt, az összegzett története. Aztán utána a barnával pedig, ami a bazalt, és akkor mindig az összeget, tehát becsapódik itt bazalt, és akkor itt az előzőleg már volt víz, tehát az is hozzáadik. Aztán megint csapódik bazalt, megint víz, és akkor így a végén ez így növekszik. És ez a vonal pedig az összesített víztartalmat mutatja. Itt a különböző szimulációk vannak, ugye összesen 6-ot futtattunk, így mutatom, 6. 6-ot futtattunk, és azoknak a különböző eredménye van itt összefoglalva. Jó, tehát látjuk azt, hogy jelentős mennyiségű víz, de még sokkal több bazalt érkezik a Földre. Hát ugye ez nem meglepő, hiszen a bazaltnak a mennyisége jóval több volt.
háromszor annyi. Jó, itt pedig kifejezetten csak a vízre voltunk kíváncsiak. Tulajdonképpen az előző ábrához hasonló, csak egy picit másképp ábrázoljuk. Megint csak a idő van itt a vízszintes tengelyen, a függőleges tengelyen pedig százalékban, hogy az egy óceánnyi mennyiségnek hány százal érkezik a Földre. Különböző szimulációk. Ugye itt egy kiugró eset van, amikor maga, azt tudom, hogy a lövedéknek a maradéka becsapódik a Földbe, és ő rengeteg vizet tartalmaz, tehát majdnem 10%-ot hoz, sok. Tehát egy tized óceánnyi vizet hoz egy becsapódással. Tehát van ilyen esemény is. De jellemző az, hogy a törmelék csapódik bele, és akkor az körülbelül ilyen egy tized százaléknyi óceán, tehát egy óceánnak körülbelül egy tizedét hozza, egy tized százalékát, bocsánat, tehát ezredét. Tehát ebből azért elég sok kell ahhoz, hogy egy óceánnyi megérkezzen. De összességében azért azt láttuk, hogy mégis használva azt a skálázási faktort, meg amikről beszéltünk, hogy ennek ellenére, hogy egy ütközés nyomon követve mondjuk jellemzően csak egy tized százaléknyi víz érkezik, mégis ez a módszer képes arra, hogy megmagyarázza, hogy vagy reprodukáljon mondjuk kezdeti tömegtől függően, akár, mit írtam, olyan 1,2, az a minimális óceán tömeget, de hogyha egy jóval nagyobb, de még mindig a jelenlegi elképzelésekben összhangban lévő kezdeti tömeget tételezünk föl, akkor egy 8,3 tized föld óceánnyi vizet hozhat ez a törmelékkorong. Most ott részletesen leírtam a következtetéseket, most nem fog belemenni, de hogy ez a lényeg, hogy ezzel a módszerrel bizony meg lehetne magyarázni azt, hogy ha a Föld vízkészlete mondjuk 1 és 10 óceánnyi, akkor ez bizony nagyon jelentős mennyiséget hozhat, ezek az ütközések, amik így. De még ha van több is, akkor is ez egy beszélés arra, hogy mennyi származhat, amennyi van, annyiból egy ilyen jeges testek, ilyen cereszszerű testek. Így van. Jupiter, Szaturnusz, űrbolygók, ütközések, ez egy összességében egy nagyon komplex kép. Én azt gondolom, hogy így a kutató társként én csak elismerésre tudok adózni, ez egy nagyon részletes vizsgálat. Köszönöm szépen. És hát ténylegesen ez a pár, van, azt mondom, nem, még csak hatod. És hát Emesének is köszönöm szépen a közreműködést. Figyelj, köszönöm szépen, szerintem térjünk rá a nézői kérdésekre, itt most, hogyha visszarakjuk egy ilyen nagyobba, akkor megnézzük, hogy jöttek-e kérdések. És egyébként egész jó állunk, mert 90 percnél járunk. Azt mondja, hogy na nézzük, vannak kérdések. Huber Éva kérdezi elsőként. Ez az üstökös látható Németországon, és ugye ez a 12 Pontbrux üstökösre vonatkozik, igen. Sőt, északra megyünk, még jobb is a láthatósága, mert hogy nem megy le annyira horizont alá, mint Magyarországról. Tehát 12P periódikus üstökös Pontbrux, 71 éves keringési periódusa, most éppen közeledik még a napközelség, földközelség felé, még fényesedni fog április, május környékén, talán 4-5 magasztó közé is fölfényesedhet. Bordács Roland. Sziasztok! Buta kérdést tennék, hogy nem, nincs buta kérdés, maximum buta válaszolok. A becsapódó víz tartalmazott sót, vagy a Földön alakult ki a tengerek só tartalma? Hát ezt nem tudom. Én megmondom őszintén, én kérdeztem már geokémikust is attól, hogy miért sós a tenger, és azt mondta, hogy nem tudja. Nem árulom el, hogy kitől kérdeztem, mert aztán úgy gondolja esetleg, hogy de ő azt tudja, csak nem akarta elmondani. Tehát igen, a világóceának a sótartalma, én úgy tudom, hogy ez egy nyitott kérdés. Így van. Tehát hozhatta éppen. Hozhatta éppen, de lehet, hogy valaki más megsózta, aki úgy gondolta, hogy a Föld az egy sótlan bolygó. Priszkosz. Az nem lehet, hogy kezdetben vízbolygó voltunk minimális légkörrel, és párhuzamosan vastagodott a légkör, és lassan párolgott a víz. Nem, ez nem lehet. Hát ugye ez azért nem valószínű, mert meleg volt, tehát ugye a hóhatáron belül voltunk. Tehát, ami azt jelenti, hogy minden illóanyagot gyakorlatilag elpárolgott. Így van, a legtöbb illóanyag az, vagy nagyon nagy mennyiség az elment, tehát igazából csak a szilárd anyag
maradhatott azon a térrészen. Igen, tehát túl fényes volt a nap, és túl közel voltunk hozzá ahhoz, hogy ezek a vízbolygó modellek, amiket exobolygóknál láttunk, hogy az adott esetben ezen a távolságon kialakulhasson. Hegedűs Bence. Amikor még különálló gázként van hidrogén és oxigén a bolygók átkezéskor, ezt begyújtva egy csillag hozhat létre jégbolygót, vagy nagy jégsűrűségű ködöt. Szóval jól értem, akkor az interstelláris térben a hidrogén oxidációját próbálja felvetni, hogy ott meggyullad a hidrogén felhő, ha van benne oxigén. Ez szerintem az űrben túl ritka, hogy kémiai reakciók lejátszódjanak ilyen szintet, égési. Hát szerintem nem valószínű, hogy... Túl ritkák a csillagközi anyagnak a felhője az, hogy ott égési folyamatok egyáltalán létrejössenek. Hát de égés történik akkor, mikor a hidrogén az oxigénnel egyesül? Hát de a hidrogén, amikor elégeted, ugye akkor az történik itt a laborban, fizika laborban. Meggyújtod a hidrogént, platty, és akkor ott vízcsöppek jönnek létre. De lehet, valószínűleg annyira ritka ott az anyag, hogy ez nem történhet. A fene tudja, hogy pontosan, hogy van ez. Kátai László. Kb. Mennyi víz lehet összesen a Jupiter trójai égitestje? Hát most megy oda a Juice, nem? Nem, megy a másik, nem, a másik szonda, hogy hívják azt? Nem ami a Juice, igen, az a Holdakhoz megy. Az a Holdakhoz megy a Jupiter, ez nem, megy a trójai igen. Űrszonda, és nem is a psziché egészségemre, mert az meg a psziché kisbolygóhoz megy, ami korábban indult el, hogy hívták azt a NASA szondát, ami megy a egyikhez, és aztán megy a másik fel. Igen, két pont trójai, ezeket fogja felteríteni. Két trójai felhő között. Majd lehet, hogy valaki beírja a kommentbe, hogy hogy de mi a kérdés pontosan, hogy mennyi? Mennyi víz lehet összesen a trójai égitestre? Hát, hogy... Micsoda? Nem, az a Európa Clipper, az más. Ez nem a szülyeség. Hát, hogyha ugye feltételezzük, hogy azokat arról a területről fogta be, ahol a Jupiter van mondjuk körülbelül, igen, akkor bizony az olyan 10%-os mennyiséget tartalmazhat, akár többet is, mert ugye Ceres is meglepően sokat tartalmaz. Igen. Gyenes Róbert. Üdv! Lacihoz lenne egy kérdése. Mennyire vagy Isten tudó? Köszi! Én nem tudom, hogy van-e Isten, tehát én, ha arra vonatkozik a kérdés, hogy ateista vagy hívő vagyok, én agnosztikusnak tekintem magamat. Nem tudom. Maradjunk ennyibe. Kátai László, mennyi víz lett a Csajabinszki meteoritba, ezt a Kereszti Zsolt ugye szerintem legjobban megmondani, én megmondani őszintén nem tudom. Fábián Attila, felmerült bennem egy kérdés, mint egy laikus hozzá nem értőbe. A bolygó kezdemények miért egy síkban kezdtek kialakulni, miért nem gömbszerűen? Ennek az a magyarázata, hogy amikor a bolygó keletkezés beindult, és ugye a közepén a csillagnak az anyaga elkezd összetömörödni, és a körülötte lévő anyag ugye az forog össze-vissza egy nagy ködben, de ennek az egész ködnek azért van egy kitüntetett tengelye. Kell lennie, ez egyszerűen fizikából következik, hogy van egy kitüntetett tengely, ami körül az egész úgy átlagosan kering. És ahogy ez a folyamat ez halad előre, a súródástól ez meg egyéb folyamatoktól ez szépen belapul középen jobban, és kívül, ahogy abban az ábrán mutattam, egy kicsit kidudorodik. Tehát, és ez fogja megadni azt a síkot, amiben igazából az égitestek kialakulnak. Hát a pendület megmaradásnak a valójában. Hát így van. Minden forog az univerzumban. És hogy egy kitüntetett tengely ezekben a izékben, gáz képződményekben azért van. Igen. Először jön a lapulás, és aztán kezdődik a bolygó képződés, nem előtte. Mert összetett maga, amikor még ilyen kiterjedt, gömbszerű, vagy akármilyen hülye alakú, akkor még nagyon ritka eleve az anyagot, még nem kezdenek el csomósodni, nem kikő, hogy alakulja maga ez az összeprésett korong, és akkor abba fognak összeállni a bolygó csírák. Konsti, a maradványok eredetét a deutérium arányjal azonosítják. Ehhez a földi minták mennyire átfogóan vannak begyűjtve? Nem lehet, hogy Piréziában, vagy a föld mélyebb rétegeiben nehezebb a víz. Ez lehetséges. Tudjuk, ez lehetséges, igen. Amire nem tudjuk arról bármilyen. A föld felszínén biztos, hogy ez van. Igen, a föld felszínén. Az, hogy a mélyben mi van, lehetséges. Hát javaslom a kérdezőnek, hogy esetleg nézd meg, hogy mi jelentkezzen egyetemre, nyugodtan el lehet kezdeni idősebb korba is. Így van. És akkor jöjjön el földtudósnak az eltére, és aztán szentelje a következő 20 évét el. Tehát valójában nem tudjuk. Nem tudjuk. Próbáljuk udvariasan mondani.
Szabó Tamás, az a becsapódási diagramot mennyi ideig tartott kiszámolni? Azt mondod, hogy ez a maga az a becsapódás, amikor ütközött, az nem volt olyan hosszú az SPH. Az SPH az hamar, tehát mondjuk maximum egy nap alatt lefutott, aha, de inkább még rövidebb idő alatt. Aha. Hanem utána az entes szimuláció, az, a pályafejlődés. Az volt a hosszú, az igen. Hosszú. Majom Koci jó, és akkor mi van juvenilis vízzel? Ezzel szerintem arra gondolom, hogy vannak ilyen nehéz vízzel fő dúsított ilyen deutérium tartalmú vizek, amiket bizonyos cégek orvosi vagy egészségügyi állapotmódosító, javító hatással árulnak. Azt tudom, azt a geokémikusainkkal beszélgettem a múltban ezekről, azt mi áll, tehát azt mesterségesen állítják elő. Tehát párologtatják, és akkor ugye a deutérium az lesüljen valahogy jobban ilyen kipárologtató rendszerekben, szét lehet választani a deutérium tartalmú vízmolekulákat, és akkor föl lehet dúsítani. De megmondom őszintén, nekem az eléggé paratudomány, vagy mi ez, pseudotudomány, akkor az ember gyógyultabb lenne. Miskolci György, sziasztok, köszi a megosztást, nagyon élvezem, Nortontól kérdezném, hogy vannak-e múminok? Csak mire tetszik gondolni, úgyhogy maradjunk ennyibe. Azt hiszem, hogy úgy látom, hogy nincs több kérdés. Lucy Szonda, megjött a kérdőjel. Igen, tehát Lucy, az, ami megy a, először átmegy a egyik felhőbe, aztán visszajön, és aztán megint akkor átmegy a másik trójai felhőbe, és egy csomó kis bolygót hát föl fog majd fedezni. Szerintem tegyék el a beköszönő képre a Schwab-hegyivel. Figyelj, Áron, én köszönöm szépen, még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm én is a meghívást. Én azt mondom, hogy én nagyon élveztem ezt a dumát, mert én a régi mechanikát, én nem tanultam az Érdi Bálint régi mechanikát, úgyhogy nekem az régi mechanikát... Még nem késő, de már késő. Nem már késő. Az ott egy olyan, ott ugye a szekrény tetején, ott a leghátsó sarokban egy olyan kis valami, ami tudom, hogy ott van, de soha nem néztem bele igazán mélyebben. És itt most azért úgy gondolom, hogy nem csak a nézők, én magam is egy csomó dolgot megértettem, és én ezt nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, ezen a héten tehát Nortonnak kívánja mindenki az ég felé mutató kapcsolataink keresztül egy kívánságot a meggyógyulásához. Én Gyulának köszönöm szépen, hogy itt voltál és beugrottál Norton helyett, valószínűleg ilyen még lesz a jövőben, úgyhogy ezt köszönöm szépen előre is. Ha még nem tették meg a kedves nézők, ott lent lehet lájkolni, lehet feliratkozni a csatornára, a leírásba, ott van, hogy miket lehet még csinálni, ha csillagászatot akarjuk itthon támogatni. Jövő héten nem lesz élő csillagászat, és miért is nem lesz, mindjárt megmondom. Azért nem lesz, mert nem lesz élő csillagászat. De ki lesz még a vendégem? Azt hiszem, elfelejtettem fölkérni a következő vendéget, valakit majd leakasztunk jövő hétig. Szóval ez még majd ki fog derülni. Ugye az eseményeknek a kommunikációs felett a Schwab-hegyi csillagvizsga a Facebook oldala, az én kislászló csillagász Facebook oldalam, de itt fogunk a videóval jelentkezni. Tehát jövő héten is lesz élő csillagász, a rákövetkező két hétben nem lesz majd, de az még majd a tép lesz. Na szóval, kedves nézőim, köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra, sziasztok! Viszontlátásra, sziasztok!